És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Jani! Hello Feri! Szevasztok srácok! Hát jó, jó benneteket reggel. Látni! Jó látni téged is! Hello! Te vagy az egyetlen kapcsolatunk Magyarországgal. Ja, szia Feri! Hello Jani! Nem látszol sajnos a képen. Még zabot csinál nekem, képzeld, olyan drága. Na, de erről mindjárt beszélek. Gyönyörű. Tehát én esküszöm, hogy egyszer kilövöm a világűrbe ezt a képet, amit én reggel látok. A következőt látnátok, a kedves hallgatók, a Balázs a bal könyökére támasztva fogja a fejét, mint mázsás súly nehezedik az ő kezébe, a másikkal a telefon cseszteti, és csak azt látod, hogy a bal szemét azt már betolta a szemgödrébe, annyira próbálod kidörzsölni belőle az álmot. Fáradt vagy cica fiú? Hát fél kettőkor még a kaszinóba ittunk, Feri, te tudod, hol a kaszinó, tudod, igen, milyen hely, úgyhogy de meg kellett ünnepelni. Igen, meg kellett ünnepelni, hogy elindult a második széria. Nyertünk, nem játszottunk, egyszerűen támasztottuk a pultot, és ittunk. Körülbelül 1000 forintért meg lehet inni 4 viszkit, 6 rumot, 8 sört, és mit tudom én, 3 üdítőt. Én nem értem egyébként, közben rájöttem, hogy ez minden kaszinóban így van, hogy ugye nagyon olcsó a pia meg a kaja, hogy ott maradjál, és ott így áll. Mit csinál a magyar? Nem játszik, csak átmegy inni. Nagyon okos. Akkor megvárja, amíg valaki elmegy, játszani, és ott hagyja a piáját. Igen, kis túlzása. Igen, úgyhogy át kellett még egy kis csapattal mennünk a kaszinóba tegnap italozni. Ennek az lett az eredménye, hogy a itteni idő szerint 3 órakor sikerült ágyba kerülni, amitől... Igen, mert ennek aztán voltak az folyamányai. Igen. Akkor ja, menjünk, együnk, jó, együnk, akkor még elmentünk enni éjszaka a városba. De megszomjaztam, akkor ígyunk. De csak itteni idő szerint 3, magyar idő szerint 2. Hát azt úgy, hiszem, ez nagyon fiatal. Azt nem értem, hogy nekem erről én nem szóltatok erről az ezeres ivásról. Bejöttél volna most? Hát most nem, de amikor ott voltam még 2 hétig, akkor azért fene egye meg, ha ezt tudom. Na, ez az egyik a kép, igen, amit látok, a másik pedig ugye behallgatom volt a keverőpult, úgy felejtettük, és ilyen foszlányokat hallasz, csak nagyon röhögtem. Megcsinálod nekem is naturba? Ez a mondat jött át, az első, megcsinálod nekem is naturba. Mondom, hát most már ezt megvárom, hogy mi lesz. Kavarja, igen, de mondjuk egy gyorsan, hogy a zabra vonatkozott. Igen, 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 aztán számomra is kiderült. Igen, mert lehet választani, ugye többféle különböző ízesítés közül, és Balázs leginkább a naturt kultiválja, mert én hiába próbálom meg a karamellt, a csokoládét, a banántofit ráerőltetni. Ő azt mondja, hogy minél kevesebb mesterséges színező, minél kevesebb mesterséges ízesítő, úgyhogy ővé a natur. Igen. Bárhova is megyünk, bárhol is vagyunk, akár ott van a Népligetben, akár itt, csak a natur. Csak a natur, igen, Jani bevásárolt zabból, és tele vagyunk igazából, és a naturt választottam, hogy ne legyen semmilyen ételízesítő benne. Gyerekek, elképesztő, erről már ugye Jani mesélt, itt hihetetlen micsoda kultúrája van a zabnak, egyszer ide kell, hogy költözzek. Tehát ilyen 4,5 kilométer hosszú sorok vannak a bevásárlóközpontokban, zab polcokkal. Imádják. És imádják, telerakják mindenféle ízzel, de a natur az nekem nagyon jó. A dél-afrikai zabpápa. Ez a pápa bevásárolt, 8 féle zabunk van, már hogy nem nekem, úgyhogy én lájmolok, úgyhogy csinál nekem egyet, János, egészen jó kis. Mi az, rizstejből? Vagy mi, igen, vásároltam rizstejt, és aztán itt a forralóban, a vízforralóban, úgyhogy nagyon kell figyelnem rá, hogy nehogy belepirítsak. A vízforralóban megmelegítem, gyorsan lekapom róla, elkezdem egy kicsit lögybölni, hogy nehogy véletlenül odakapjon, és akkor szépen ráöntöm, bekeverem, utána pedig rárakok egy poharat, hogy kicsit így dunsztolodjon. Akkor jobban megszívja magát, hogy a gőz nem párolog el olyan könnyen, vagy nem tűnik el olyan könnyen. És akkor egy pár perc megvan, utána első megszólalás, talán még egy kicsi a hírekből jön Ákos, friss nívódíjasunk, és akkor utána pedig beszóljuk. Jön a szénhidrát. A magyar leleményesség az annyira zseniális. Tehát ugye Jánostól már megszoktuk a teregetést, a ventilátorra és a lámpatestre a szobájában. Most egy vízmelegítővel melegíti a szójatejet, és pohárral takarja le. Mi jöhet még az elkövetkezendő 2,5 hétben? Hát nem tudom, talán így, hogy hívják, mint a köpölyözésnél, majd feltapasztom így a gőzölgő poharat a fenekemre, érted? Csak kelleveset hasznosan népi gyógyászat és népi táplálkozás. Figyeltek, tegnap számoltam, túl vagytok a felén, srácok.
Bizony. Túl vagytok a felén, még 2,5 hét van az új csapattal, és utána megjöttök is haza. Bőven. Jóval több van már mögöttünk egyébként. Igen. Tehát lassan 4 hét van mögöttünk, és durván 2 előttünk, vagy 3. Igen, az a 2 azért az nem. Hát az a 2,5. Bőven. Igen, olyan 20 akármennyi van mögöttünk. Én csak bólogatok. Fogalmam is. 10 akármennyi van előttünk. Sok. Most már sokkal több. Igen. Milyen az új csapat? Tudom, hogy nem szoktunk nagyon beszélni a műsorról, de én nem tudtam tegnap megnézni az új csapat, és kíváncsi vagyok, hogy ki most a befutó, tehát van-e lóbálás, mint Aurelionál, vagy valami hasonló. Teljesen más. Igen? Teljesen más energiája van ennek a csapatnak, kicsit visszafogottabbak, kicsit máshogy viselkednek, szerintem máshogy őrültek, mint az előző csapat, de itt is van egy-két titkos favorit, akik egyelőre még csak lappangó stádiumban vannak, de ha kitör belőlük az Etna, akkor szerintem esélyesek arra. Akkor mindent elsöpörnek majd. Hogy jó legyen. Intelligenciájukkal, lendületükkel, humorukkal, vagy dühükkel. Igen. Ami jut. Igen, igen. Úgyhogy érdekesnek tűnnek. Mi van otthon, szánkoztál? Hát még nem, odáig nem jutottam el. Ugye Mátrában esett nagyon komoly mennyiségű hó, vagy hullott hó, az a nagyon komoly mennyiség, az már nincs meg. Ez a szombati napra datálódott. Persze, hát átváltott az eső havazásba, de ugye be kell írni a nagykönyvbe, hogy ez volt az első hó. Ami viszont nagyon kemény, hogy most a városban van, és nyilván kint is, de akkora köd, hogy a körúton gyakorlatilag nem látsz el a piros lámpáig. Embertelen, ami van a városban, plusz nagyon viccesen a Hungária körút fel újítását azzal gondolták a fiúk viccesebbé tenni, vagy megtűzdelni, hogy nem működnek a jelzőlámpák végig, ezt már mondom, aki jönne, és hát gyakorlatilag egy ilyen halálfélelemmel jutsz át mondjuk a Kerepesi úti kereszteződésen. Én egy kamion mögé bújtam, az volt a fedezék. Mondom, annak csak nem megy senki neki, és amellett tudsz átslisszolni. Úgyhogy nagyon kemény. Nagyon kemény. Az időjárás az tegnap jó volt, napsütéske, de most már nagyon komoly mínuszok vannak. Ez nagyon, nagyon fura ebbe így belegondolni, vagy ettől az ember így most azért így távolra kerül. Itt pont most megyünk bele a nyárba, és jönnek ezek a 30 fokok mára, tehát tényleg napsütést mondtak, jó időt is süt is egyébként. Valahogy egyre távolabb kerülünk ettől a történettől, nem? Engem nem fog meglepetés érni, mert én több téli ruhát hoztam ide, mint nyárit, úgyhogy én amikor leszállok majd Ferihegyen, én nem leszek gondban. Igen, de gondban leszel, de más miatt. Na mindegy, menjünk tovább. Na, semmi. Valami kis meglepetések felé. Amit kap az ember, az visszajár, ha emlékeztek még, kedves hallgatók, ugye én hamarabb elhagytam a terepet, mert én csak a rádió miatt mentem, és hát ugye ott többször elhangzott Balázs szájából, hogy a kairói gép, ugye? Jól emlékszünk. A szombaton Kairóból érkező repülőgépre figyeljenek a NAV ellenőrei. Figyeltek is. Hát kérem szépen, majd meglátjátok. Jöttök ti még hazafelé. Bécsben szállunk le. Az mindegy. Át kell bukoltatni. Neked mindegy lesz. Azt kell tolnunk, hogy a pénteki frankfurti járat, de hogy közben nem így kell jönnünk, hanem Frankfurtból valahogy át kell pattanunk valahova, és úgy, vagy Frankfurtból kocsival hazajönni. Meglógni. Majd hallgasd azért vissza, Feri, hogy ki hányszor mondta kettőnk közül. Tehát én szeretném, hogyha méltányos lenne az elbánás majd Ferihegyen. Gyerekek, én nem érdek meg, nem tojok be, nekem jöhet bármi, megeszek mindenkit reggelire. És ott fogsz ültetni, nem fog senki jönni. Gyertek, kutassatok el, matassatok fel, ahol csak akartok, mi vagy gyertek? Tegyetek próbára, uram, legyen szíves elhagyni a bocsánat, semmi gond nincsen. Haladjon nyugodtan tovább. Igen, ne üvöltözön, uram, a zöld folyosón. Legyen szíves arra menni. Jó, a gyerekek, már látom, hogy hallgatóinknak meggyűlt a baj a ködlámpával egyébként. Ez a szokásos népbetegség. Hogy magyar népbetegség, azt nem tudom, de már olvasom az SMS-eket, hogy segítsünk leoltatni azokkal a ködlámpákat, akik mondjuk összefüggő kocsisorban használják, vagy nem tudják, hogy kell. Mi mindig nagyon szívesen mondjuk el egyébként, hogy tényleg, ha beér az ember, kapcsolja már ki. Ha hall minket valaki, aki ki tudja kapcsolni, és eddig nem tette meg, városban kapcsolja ki, mert tényleg nagyon bosszantó. Segélykérő SMS-ek jönnek, Laca, hogy könyörög nekünk, hívjuk fel az emberek figyelmét a folyamatos kocsisorban, ne használják a ködlámpát, mert az ember megvakul. Igen, hát erről sokat beszélünk mi is, ez a ködben, esőben hirtelen a kocsi előkerül, minden gomb, ami világít rajta, megnyomom és elindulok, abból baj nem lehet, csak mögöttem ész, akkor meg kifolyik a szemed. Úgyhogy igen, hát a ködlámpát városban nem túl jó használni. Nem szerencsés, nem is kell egyébként. Meg kincse, hogyha utolérsz valakit, illetve hogyha beállnak mögét a ködben, akkor is illik a hátsó ködlámpát, a zárófény, azt hiszem így hívják, vagy van valami hivatalos neve, azt akkor is illik lekapcsolni, ha utánad beállt valaki a sorba.
Hát az meg már nagyon szép világ. Igen, de hát mindenki az meg arra figyelnem. Figyelj csak, Bali, igen, segíts nekem, légy szíves, még már közlekedési híreknél vagyunk. A négyes számú főútról írt ma az egyik bulvárlap, és van egy kis kiegészítő, egy ilyen kis cikk, tudományos értékelés. Én buta vagyok, én egy vidéki buta fiú vagyok, nem értem. Na. Legyél olyan kedves, Ursinyi Julianna Ágnes. Nem, ezt csak elmondtam a tényeket. Ne hülyéskedj. Meg amúgy is tökre jól áll. Azért mondom, Ursinyi Julianna Ágnes spirituális mester nyilatkozott arról, hogy mi a baj a négyes úttal, hogy nagyon sok a baleset. Ezt mondta, ez ellen nem lehet semmit tenni. Abban a pillanatban, amikor az autó elér az út ilyen pontjára, akkor a kocsi átrepül egyik térből egy másik térbe, és kész a baj. Amikor ez történik, az autó motorja minden ok nélkül felbúg. Hogy legyél olyan kedves, jó, hogy jöjjünk már ki ebből, mert ezt én itt megakadtam. Jó? Figyelj, ő valószínűleg futóbolond. Létező személy, levették egy fotót az internetről, és egy blikkes vagy borsos újságíró ezt így megírta. Hogy ő egy létező fényevő. Igen, spirituális mester. Spirituális nagymester. Mm-hmm. Atyaisten. Nincs fotója. Felbuk a motor? Felbuk a motor. Minden, de minden ok nélkül felbuk. Tehát nem csak úgy felbuk, hanem minden ok nélkül buk föl, és átrepül a kocsi egyik térből a másik térbe, és itt van a bal. Ismerősek a szavak, szerintem ő Ica a fényevő. Nem? Vagy Karcsi a léleklátó? Nem. Igen, József az atomlátó. Hát ő az. Térhasadás van. Igen, Tibor a pszichsebész. Ja, mert hogy a négyes úton sok a baleset, igen, és gondolom egy mágus megfejtette, hogy felbúg a motor a kereszteződésben. Hát nyilván ugye elmondták azok is, akik értenek hozzá, hogy mi a baj a négyessel, de jött a spirituális mester, aki szerint térhasadás van, és átrepülsz egyik térből a másik térbe, akkor, amikor felbúg a motor. Tehát, hogy erre, amikor, tehát akik most mennek a négyesen, amikor felbúg a motor minden ok nélkül, akkor álljatok meg. Tehát ott kész a baj. Ott nagy a baj. Igen. Nehogy aztán egy téridő ugrást hajtsatok végre, és a négyesről átkerüljetek a 86-osra, úgyhogy nem tudjátok, hogy vagytok a négyesen. Felbúg a motor, mindenki álljon aztán meg. Aztán csak csodálkoztatok, hogy talpig csutakosak vagytok az ektoplazmától. Igen, tényleg. Tessék ezekre a jósokra odafigyelni, mert nagyon, nagyon fontos dolgokat mondanak. Hogy ezeket még emberek elhiszik, egyébként tényleg döbbenet. Hogy akár mondjuk pénzt is áldoznak arra, hogy valaki jósoljon nekik. Na, mi van a játékkal? Tudom, mi volt tegnap, nem is kell emlékeztetni, ez eszembe jutott. Nagyon csúnyán visszaballagtam a csirkék mellé most már, ugye ott vagyok, tehát ló közelben egyáltalán nem vagyok. Újra kezdted az evolúciót. Igen, újra indult az evolúció, viszont nincs onka hét, úgyhogy bőven tudunk még szépíteni, nem? Hát most egy kis altatás után ma már rommá tudjátok szedni őket. Hogy milyen ügyesen átpasszoltad, mi jövünk, Jani? Ti jöttök, muszáj. Figyelj, én benne vagyok, minden szerdán én játszok. Igen, de ma kedv van. Ja? Akkor holnap is. Az a baj, Tibi a fényevő szavai tényleg. Már téged is megvezettek, és ugrottál egyet a tényleg. Tényleg, hiszen ma az a Tibi a fényevő napunk van. Igen, ma Tibi fényevő napunk van, de te már ugrottál egyet a téridő kontinumban. Éva az aura tisztító hatására. És emiatt már szerdát gondolsz. De egyébként csak kedv van. Csökkennek még a benzinárak otthon? Mi van? Hogy jó ne? Állunk, orvosok, jó, mennyi? 83, valami ilyesmi. A gázolaj az... Hát úgy tűnik, igen. A gázolaj az maradt 400, de most megint csökkentettek rajta egyet. Úgyhogy nem tudom, mi az alja. Majd megmondják a szakik. Gyerekek, hát ez eddig jó. Hát ez egy kicsi hírek, de azért jó hírek. 4.30-al jöttünk el, 3.80-nal megyünk haza. Jó az. Így jó. Is van. Az lehet az ok szerintem, hogy... Jó, lassan fizetnek, hogy vigyed. Igen, mondjad? Az lehet az ok, hogy most már napi dubai járat van, képzeld el, tegnaptól repülőjárat, most olvastam. Na. Aminek ugye jelen. Sokan tudnak örülni, és lehet, hogy... Hány celeb lánynak, akkor végre nem Bécsből kell elindulni. Nem, végre találkozhatunk velük rendszeresebben is, hiszen ha kiutazunk, akkor... És ez lehet, egy kísérlet, mondjad? Hogy lehet, hogy a repcsin hozzák az üzemanyagot, azért megy le az ára, van egy csomó belőle, hadd vigyék. Kísérleti jelleggel szálljunk már fel egy Budapest Dubájra, hát ha látunk ott egy-két nevet. Én zsigerből tudnék mondani, hogy kit láthatnánk egy ilyen repülőjépen. Rögtön kérdük szóra, hogy ki az. Szia! Te is, ez a kézipodgyászod, de hát ez egy rohadt nagy hordóolaj. Igen. Ott azért egy Budapest Dubájáratól lehet, hogy belefutnánk egy-két érdekes személybe. Elsősorban lányba, ha értitek, mire gondolok, nem? Akik azért így ezt bőszen tagadják. Kimentek shoppingolni. Ők nem járnak dubajozni. Bár ők annál szerintem okosabbak, mint hogy Budapest Dubájjal menjenek. Tehát akkor egy Bécs Dubáj, vagy valahogy máshogy mennek. Aha. Azért úgy, ennek szerintem sokan... Vagy egy Budapest Bécs Reykjavik Zürich. Igen, Svázi föld Dubáj, tudod, hogy ne legyen nagyon feltűnő. Ugye ez visszafelé vonattal.
autóval és hajóval. Igen, na jól van. Drága hallgatóink, írjatok nyugodtan SMS-t. Jó, egyrészt, hogy mi a helyzet ott, ahol vagytok, mi a helyzet az utakon, hol van köd, hol van hideg, hol van esetleg dugó, vagy ne adj Isten, baleset, vagy sárgán villogó lámpa. Jó, mi Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és már közben mondom, hogy egészen nyugodtan lehet jelentkezni játékra. Egy, akkor mondjuk azt, hogy egy, gondolom, hogy egy játékos jelentkezhet, ez lehet, vagy az a megoldás, hogy 1-0 jelen pillanatban az állás a hallgatóknak, a hírek után jövünk vissza. Morning Show. Másfél hónapon keresztül. Élőben. Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:47 volt, pontosan 4 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Ferri, jó reggelt. Hello mindenkinek. M3-as 114-es kilométertől baleset és hatóságmentes. -3 fok, gyerekek. Hopszi. Jó tempomban lehet autózni. 24 órás futár Pisti küldte nekünk. Aztán a 62-es főút teljes szakaszát javítják, nehezen észlelhető a köd miatt. Mékútnál a félpályás útzár egy ember irányít, de nem lát semmit, ezt vikülte nekünk, és mérik a Vác felé haladókat az M2-es Gödi lehajtójánál. Üzente Boti. Na, 1-0-ra vezetnek a mi hallgatóink, ugye? Jelen pillanatban így állunk, de hát még messze a vége, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Sziasztok, fiúk! Hello, jó reggelt! Szia. Jó reggelt, sziasztok! Eszter vagyok. Hello, Eszter, honnan hívsz minket, Eszter? Hát most jelenleg Borsod megyéből, egy olyan kis falucskából, hogy Kuritján. Jani, nézz utána. Ebben a pillanatban már ütöm is be. Kuritján, és mit csinálsz ott? Hát jelenleg munkát keresek. Jobban mondom, ma fogok állásinterjúra menni. Hát június végén fejeztem be a surit, és így váltásban hol Pest megyében, hol pedig Borsodban így kerestem munkát. Úgyhogy most pedig kaptam egy hívást tegnap, hogy na, akkor menjek be állásinterjúra, ma 9-re megyek. Úgyhogy mondom, ennek örömére, akkor küldök nektek egy SMS-t, és akkor hát, ha valami összejön, úgyhogy hát nagyon örülök. Na, hát egyelőre akkor ez egy jó nap, állásinterjú, bekerülsz az adásba, ez jó, jól hangzik. Mi hát lesz majd az állás? Mi lesz majd, ha felvesznek esetleg, vagy mit fogsz csinálni? Hát egy ilyen telefonos munka lesz, hát ahogy kiírták, hát valami hasonló, mint a call center-es, de mégse azt, mert azt írták, hogy call center-es robot munka, de valamilyen telefonos értékesítés. Aha, aha, na jól van, hát reméljük, hogy sikerül. Szorítunk. Jó, ügyes legyek. Kivel szeretné játszani? Hát gondolkodtam, hogy veled Balázs vagy Janival, hát Balázs veled azért gondoltam, Balázs, mert volna. Azért gondoltam volna, mert már túl vagyok a hajvasaláson, hogy néhány tippet tudtál volna adni, de olyan is fogom. Jó volt. Figyelj, ha hajvasalásról fogunk beszélgetni, akkor hát, hogy mondjam? Nem, Jani, vele másra fogunk beszélgetni. Aha, jó van, mert csak olvasottudással rendelkezek. Mert szerintem is az általános műveltség része szerintem. Vagy ha átjössz hozzám, akkor így látod. Így bármikor. Meg tudom nézni. Igen, na jó van. Indítsuk az órát, akkor mehetünk? Mehetünk. Na jó van. Akkor 3-2-1 és tessék. Tessék! Kérdezzél, ha szeretnél kérdezni? Szeretnék kérdezni. Parancsolj! Én kétféle témakörben gondolkodtam. Az egyik az kétfélében? Édességek. Tessék? Kétfélében? Kétfélében. Az egyik az édességek, a másik pedig a Walking Dead. De parancsolj! Így próbálok. Rendben. Kérdez most. Az érdekségek részlegén az a lenne a kérdésem, hogy mi a kedvenc süteményed, és mi a kedvenc tortád? Csoki is trüffeles, tortában pedig Eszterházi. Értem. Na, szóval kielégített a válasz? Nagyon is, nagyon is. Az én kedvencem a nagymamámnak a zserbója. A elmondod, torta... mi a kedvenced? Tessék? Tessék, nem... Uha.
Rosszul hallottam, mondom. Zavart érzek az erőben. Meg is volt a nem, sajnos gyakorlatilag. Így van, kár lenne tagadni, 10 másodperccel körülbelül a vége előtt bedurrantott a szívem a nemet. Nem igaz. Kicsit olyan furcsa volt a játék, most nem tudom, hogy ti hallottok-e bennünket, vagy itt vagytok-e még. Ajajajajajaj. Itt. Itt vagyok. Uh-huh. Itt vagyunk, abszolút. Igen. Volt egy kis vételi zavar. Igen, egy kis zavar volt az erőben. Így van, integettem a Zsülnek, hogy nem bírok a csajjal, kezdje már el buzerálni itt a izéket, a kábeleket nagyon gyorsan, mert így nem lesz meg a pont. Igen. Hát ez tőled függetlenül is megvolt, úgyhogy... Igen, gyorsan Zsülit elkezdett mindenféle kábeleket átvágni. Hát igen. Jó, nem van. Igen, kimondtad sajnos, az a baj. Persze dumáltunk. A lényeg az, hogy legyen meló. Legyen meló, az a lényeg. Köszönöm szépen, hogy jártatom. Igen, köszönjük a játékot, vigyázz magadra, ciao. Szia Eszter, szép volt, Jani. Köszönjük, volt, Jani. Puszi. Hello Eszter, szép volt, Jani. Így tehát akkor hoztuk tulajdonképpen egyre. Hihetetlen a memóriám, hogy tudok így észben tartani 2 napot, de most sikerült. Egy nyert, egy vesztett, az szerintem... Az vajon mennyi lehet, igen. Jó, tehát akkor egy-egyre állunk jelen pillanatban. Jó is az. Egyébként -2 fokva Lajos Mizsénél az M5-ösön. Gyerekek, az M1-es autópályán 50 méter a látótávolság. Óvatosan menjen mindenki, tejfehér összefüggő köd van. Aztán Vásáros nem így 50-55-ös kilométer között van egy trafi, csak finoman a gázzal, ezt Jani küldte nekünk. Döbbenet egyébként, hogy még ködben is fotóznak, nem? Nem is tudtam egyébként, hogy lehet. Ezek valami ilyen speciális műszerek lehetnek. De egyébként lát a trafi ködben? Nem lát, nem? Hát neki ugyanúgy, tehát nem tud átlátni a ködön, tehát csak akkor, ha nagyon közel jössz. Igen, lehet, hogy magát a mérést ugye meg tudja csinálni, csak nem tudja azonosítani a kocsit. Tehát ködben már nem látod a rendszámtáblát. Ugye? Mert az azon még a bemérés az lehet, hogy valami... Rendszer, hogy nem. Igen. Ment valami rohadt gyors, nem tudom, mi volt. De lefotóztuk. Az a lényeg, lefotóztuk. Jó van, oké, meghallgatjuk újra a legfrissebb híreket. Jó, akinek van friss közlekedése, legyen oly kedves, küldje el nekünk. Egészen nyugodtan. Jó, a játékot akkor egy-egyre hoztuk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien jelentkeztetek. Van még gyorsan 2 közlekedés, ez is most jött fontos. 2 benzinkút között mérnek a rendőrök Dabason. Gabesz üzeni, ott is mindenki figyeljen. És Vásáros Namény van, a Beregszászi úton éberen vigyáznak a rendőrei. Hogy pontosan mit csinálnak, azt nem tudjuk. Minden esetre ott is ott vannak. Ezt Gergő küldte el nekünk. 4 perc, pontosan, majdnem azt mondtam, hogy 8 óra, de nem. 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bavoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 7 óra múlt, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello, sziasztok. Drága hallgatók, hello. Na. Zsül, magadat mutatod? Igen. Na, így már jobb, igen. De aludt közben végig, tehát nem volt semmi meglepő, aludt. Nem aludt, itt van mellettünk, és nagyon tiltakozik. Tegnap már népszerű lett a horkolása miatt. Tényleg kaptál SMS-eket? Semmi? Senki nem írt? Hát ilyen egy jó szobatás. Lacit akarták megölni, igen. Na, itt vagyunk, és ugye hát továbbra is ketté osztva, mi tulajdonképpen még mindig Dél-Afrikában, Feri pedig otthon. Írják is, hogy oltárja a kamu, mert hogy főzőműsor rádió közben Afrikai Kolbász Fesztivál suhan az univerzumokban, és a jósnőnek igaza volt. Egyébként igen, hát ez egy ilyen helyzet, hogy Feri itt és ott is kicsit mindenhol. Közönek a 4-es számú főút ezt jelzi, tudod? De megyek, és egyszer csak ott vagyok Afrikában, aztán visszajövök, Kolbász, aztán minden belefér. Mindenhol ott vagy. Hihetetlen, mi meg csak itt vagyunk. Figyeljetek, most csaló vagyok, vagy nem vagyok csaló? Attól függ, hogy milyen. Ha elloptál egy törőköző... Ha általánosságban kérdezem, akkor igen, nyilván, de nem. Most a játékunk miatt. Nézzétek az SMS falra, megint a véremet akarják, a kedves hallgatók. Ők úgy gondolják, hogy joggal, hát mert nyilván nem érnek ilyeneket, hiszen tök jó indulatok meg szeretnek, de hogy most akkor a vételi zavarban rejlő kis probléma, az az én hibám, akkor én voltam passzív, mert én nem emlékszem rá, hogy bármilyen szinten is passzív lettem volna a játékosunkkal szemben, sőt, végítoltam az egész játékot. Nem voltál passzív, szerintem. Mondjuk az is igaz, hogy viszont a vételi zavar még nem az ő hibája volt, de hát most erre mit mondjunk? Én
nem tudom, hogy mire mondta ki a nemet, mert nem hallottam, mert ugye egy kicsit akadt az internet, tehát itt picit leestünk alulról, de hogy ő mire mondta ki tulajdonképpen. Megkérdezte szerintem, így az SMS-ekből azt látom, hogy hallom-e őt, és akkor ott nem hallasz, vagy valami ilyesmi. Aha, aha. Hát, azt feljelezte, tehát hogy neki hallania kellett. Mi volt pontosan? Amit elmondtál, pontosan az történt, hogy visszakérdezett, ugye, mert volt egy kis tényleg vételi zavar, amikor te nem tudtál kérdezni, illetve kérdeztél egyébként, mert a monitoromon látszott, én látlak benneteket, ezt a hallgatóknak mondom, ami nem jött át ugye hangban, és akkor ő kérdezte azt, hogy nem hallasz. És hát ez a játékszabályok szerint ez egy nem, akárhogy nézem. Én is így értékelem ezt, most nem kérdeztél egy csomó mindent, mi lesz az állásinterjú, nyitott, nem voltál szerintem passzív, azt megszoktuk magunknak adni, meg hát a hallgatóknak is, ha valamelyikünk vagy ront, vagy passzív, de most ezt nem érzem. Az, hogy volt egy kis zavar, hát azért a játékosnak ennek ellenére nem kell kimondani az igent vagy a nemet, a tiltott szót, úgyhogy... De ettől függetlenül tökre csaló vagy, tehát semmi gond nincs, ezt fogadd el, írd le, ez így jó, megvan, de a játékban korrekt voltál. Én is azt hiszem egyébként, hogy most nem. Jó, nem szemét volt. Vagyok, de nem ezért. Igen, ez. Köszönöm. Ne írd a többihez. Na nézzük akkor, hogy mi a helyzet az utakon. Körös tartsa belterületét trafiznak. Aztán Magyarszék vasúti átjáró nem működnek a jelzőlámpák. Óriási a tőgyem, küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Szentkirályon az Ady Endre úton Kályha ezüst Kodából mérnek. Ezt TT üzente nekünk. Aztán a Bakcsomópontnál egyszerre három rendőr irányítja a forgalmat, szuper jó nézni őket, ahogy irányítanak, Kati voltam, köszönjük szépen. A4 Bécs felé dugó, körülbelül 4 km hosszan, útépítés miatt lépésben lehet araszolni, ezt Zoli küldte nekünk. Esztergom Kossuth út, trafi, üzeni Zozó, 81-es főút Kisbértől Győr felé Tejköd, ott is menjetek óvatosan, ez Kócos küldte nekünk, és ilyen ködben mértek tegnap a 63-ason. Akkor mégiscsak átlát a ködön, vagy nem tudták, hogy ekkora köd van? Valószínű, viszont nagyon sok matrafi, nem is tudom, hogy elindult a lavina, vagy a köd hadművelet, vagy most mi történik? Utolsó kettő hónap még be kell húzni, amit lehet. Meg kell kicsit igazítani a költségvetést? Rengeteg trafi. Vásáros-Namény 55 km, 50 és az 55-ös kilométer között szintén trafi. Jani kér mindenkit, hogy finoman a gázzal, és Lajos Mizsénél -2 fok van, ezt Botont küldte nekünk, köszönjük szépen. Hihetetlen ebbe belegondolni. Hogy? Ebbe a 2 fokba. 2 fokba is hihetetlen, meg abban is hihetetlen, hogy 2 hónap van az évből. Nem? Hogy gyerekek, mindjárt lassan. Kari. Lassan, itt ülünk a 30 fokban, ettől még furább, de otthon november közepén meglátok egy kellemes ünnepektábát, akkor is fura lesz, nyilván ideje van akkor már, tehát azzal nincs baj. De hogy 2 hónap múlva ilyenkor karácsony, szinte kis túlzással, az nagyon, valahogy ez most még így nincs bennem. Hát nem kis túlzással, csak mondom, hogy 20-hanyadika van ma, 26, 7, gyerekek, 28-adika van, 2 hónap múlva túl vagy rajta, köszönöm János. 28-adika, tehát 2 hónap múlva túl vagyunk a karácsonyon. Már semmi ünnepi hangulatod nincs. Hihetetlen. Ne mondd már, miért nincs? Beiglitől telezabálva fekszel valami kanapén. Jó, azt szuszogsz, érted, hogy a világít a karácsonyfa. A sarokban megy a tévében, nem tudom, valami a kis Jézusról. Tök jó lesz az, higgyétek el. Nem, elmentek már a vendégek. Megy a tévében valami Beethovenről, a reszkesetek betörőkről. Reszkesetek betörőkről. És biztos, hogy belevigyorog a kamerába közelről Walter Matthaut. Tehát, hogy nekem nagyjából ez a karácsony. Nem erről van szó? Nem ez történik karácsonykor? Tehát Macaulay Culkin valamit rosszalkodik, egy kutya rázza a nyálát, és Walter Matthaut elesik üveggolyókon. Tehát körülbelül ezt így tudnám a karácsonyi menüt. Illetve a tévében szeretne a fiának venni egy hatalmas robotot. De az legalább jó. Igen, a klasszik műsorok. De gyerekek, hát ez nem is kell nagyon más egyébként. Most tényleg mi legyen, nem? Hát most nincs ezzel baj. Ez ettől jó, ettől működik. Úgyhogy én megmondom őszintén, várom. Nagyon kellemes kis karácsonyok lesz. De nem a tévéműsorok miatt várod? Ne. Hogy a tévéműsorok miatt? Hát náluk a Walking Dead megy szent este. Igen. A magyar egy biztos leadja a názáreti Jézust, ugye, ez általában... Vagy az egy embert Názáretből, illetve a hogy hívják, ott a zsidó királyát, illetve a hogy hívják. Tehát persze, hát a különböző változatokat. Minden csatornán megvan, míg egyébként nem tudom a... Megváltó, a mesélyes visszatérte, a paprika tévén beiglit főznek, és a spektrumon megy a fenyőfa eredete, és miért állítunk fenyőfát karácsonykor című remekbe szabott másfél órás. És elővesznek egy Búza Sándor Best of-ot karácsonyi finomságok címmel. De
Dél-Afrikában milyen a karácsony, nem kérdeztétek? Hát kitől kérdeztétek volna, senkivel nem találkoztok, aki dél-afrikai, de ha valakivel összefutok, kérdezzétek már meg, hogy ott hogy ünnepelnek. Már én megkérdezem. Nem most. Kimegy megkérdezni. Addig mondom, hogy a Zsül egyébként fotózott már karácsonyi díszeket. Mindjárt megkérdezi, hogy milyen a karácsony. Ja, olyat bevernek neked kint a folyosón, hogy nem hagyod aludni itt a népeket. Mit egyelőre nem válaszol senki, de megkérdeztem a folyosón. Ügyes nagyon vagy. Sok ajtó zárva van, még a portás, illetve a portán van egy ilyen London elfiú, az visszanézett, de nem értette. Ha dolgoz, lehet, hogy agyal rajta. Vagy nem hagyhatja el a posztját. Figyelj, 49 ranért, 24-el kell megszorozni, kapható 3x1 méter csomagoló papír, amiben te már ajándékokat tudsz csomagolni, kis csomagoló zacskók, macskás csomagoló zacskók, és mindenféle karácsonyi papírok, amiben már az ajándékokat tudod becsomagolni, és klasszik piros-fehér díszben, tehát ugyanaz a színvilág, ugyanúgy néz ki, mint egyébként otthon. Olyat veszek. Mindenképpen, miért? Mit, hogy hívják most, a Mikulás sapkás macska. Ja, Mikulás sapkás macska. Imádom az ilyeneket. A lányom örülni fog neki. Na, egy olyat beújítok, sőt, ma elmegyek ebbe a boltba, és csinálok ott egy selfit. A macskával? Hihetetlen vett. Őrületesen veszélyesen jössz. Nehogy aztán történjen valami. Hihetetlen kalandokat keresel. Egy macskás szatyor mellett egy selfie. A kutyafára, ezt szeretem benned, hogy ilyen rock'n'roll arc vagy. Aztán megpróbálok majd, hogy jegy nélkül felszállni egy helyi járatra is. És aztán átmegyek pókjárásod az Ebráról. És megeszek egymás után két csóki fagy. Az iskolát, de te, ahogy te élsz a kutyafáját, hát kicsit fogd vissza magad. Nagyon. Komolyan mondom, ne csinálj ilyeneket. A helyi járat után mondjuk neked már nem fog kelleni a csoki fagyi, csak mondom, és az ottani helyi járatra felszállni tök mindegy, hogy van-e jegyed vagy se, nem az lesz a legnagyobb bajod. Hát igen. Nem sikerült megfejtenünk, hogy ők egyébként miért stoppolnak. Tehát ezt senki nem érti, senki nem áll meg nekik, én még embert nem láttam, kint állnak az út szélén, és stoppolnak, de nagyon hisznek benne, hogy valaki egyszer felveszi őket. Elsősorban egyébként feketék stoppolnak, a dél-afrikai fehérek egyáltalán nem állnak meg nekik, tehát nem vesznek föl senkit a kocsira, és közben egyébként meg folyamatosan éreztetik veled, hogy legyen lelkiismeret furdalásod, te mekkora szemét vagy, hogy nem állsz meg, és kint állnak az útszélén, és stoppolnak. És aztán mész egy óra múlva, és azt látod, hogy az ember még mindig ott áll, és még mindig stoppol. Szegények, igen. Ez alatt már le is sétálhatta volna, de ezt nem tudtuk megfejteni, hogy ennek mi az oka ennek a stoppolásnak. Én integettem nekik vissza, de aztán Balázs mondta, hogy ők utazni szeretnének, nem barátkozni. Igen, aztán utánunk vágtak egy almát. Igen, egy nem. Egy avokádot. Igen, hogy a harmadszorra visszaintegettél, és szóltam, hogy nem veszik jó néven, akkor már nem nagyon szerettek minket. De nagyon helyesek, és vannak ezek a klasszik teherhordó nénik, akik ilyen mázsa, egyszer meg akarok állni, csak nem tudom, hogy megsértődnek-e, hogy lefotózzuk, nem akarok ilyen nagyon turistás lenni, de hogy tényleg ez a klasszik afrikai kép, amikor ilyen két méter magas, egy méter széles, ilyen mázsás. Egy komplet ika ágyat visz a fején. Ilyen súlynak tűnő, ilyen szatyrokat visznek a fejükön kéz nélkül. Hogy arra hogy edzenek, hogy ezt hogy csinálják, hogy gyerekkorukban kezdik megtanulni, ezt nem tudom, döbbenetes a látvány. És nincs olyan nyakuk, mint a Bárdosis anyinak. Tehát, hogy így valahogy úgy oldották meg, hogy közben meg tök nőiesek maradtak, de ténylegesen azt látod, hogy ott van a feje tetején egy ilyen 2,5 méter hosszú, mit tudom én, ilyen gerenda. Tehát, hogy így bármit elvisznek bárhova, és közben meg ott csacsognak, beszélgetnek, nevetgélnek, nagyon aranyosak. Mert szívesen megkérném, hogy vegyenek föl a fejedre, és vigyenek őt. Engem? Igen, tehát egy törökülésbe így leülnél, tudod, hárman föltennének egy néni fejére, és a mamma vinne egy kicsit téged, csak szerintem rossz néven vennék, nyilván meg azt gondolnák, hogy ennek van valami kicsit ilyen rasszista felhangja ennek a poénnak, hogy akkor vegyél a fejedre. De egyébként a törökülésbe le tudnám menni, szerintem a mamma, akit az útszélén viszi ezeket a szatyrokat, simán elvinne. 60 kiló nekik meg se kotja. Még ebből a szempontból bánhatja a Ripper Feri, hogy nem itt van, hanem Argentinában volt ki, mert biztos az egyiknek a fején egyensúlyoznak a félkézzel. Jó megverni. Várjátosan, húzd már be fiam, hallod? Ezt figyelj. Itt is meg tudom csinálni. És fején áll a mamma, vagy kézen áll a mamma a fején, igen. Abból azt nagyon megverni. Na mindegy, szóval érdekes dolgok bennek. Te már vásárolgatsz, karácsonyra készülsz, járod a boltokat, beöltöztetted a lelkedet rózsafának, kinyíltál. Az én lelkem mindig rózsafa, érted? Mindig egy rózsafa. Olyan szép. Nem, semmit nem vettem még, sőt, megmondom össze, hogy el is kerültem az összes bevásárló központot, van nekem elég bajom, minek terheljem még ezzel magam. Ennyi. Na, de látta már, hogy idén milyen girlandokkal díszíti föl majd a fát? Megvan minden. Nátok van ilyen koncepció? Nálunk terv van. A terv van, de 10 évre
óra előre mindig, hogy mi a színösszeállítás a karácsonyfában, és hogy mit hova teszünk, már átváltottunk az őszire, most tök faragás van, minden nap kell tököt faragjunk, én kicsit már unom, megmondom őszintén, egyrészt, hogy ilyen 10 kilós óriás tököket cipelsz haza minden este, és utána pedig, hogy apa, ilyet már csináltunk, ami nagyon szigorú, most akkor legyen másik arcú, és mondom, hogy ezt az egyet tudom, gyerekem, ezt üzen biztosan, ne variáljál, úgyhogy állnak sorba kint a tökök. Mi legkorábban 3 hét múlva faraghatunk tököt. És a tököt már hogy úgy értve, hogy a tök itthon, hogy vágyik rá. Tök lámpást, jacket, az... igen. Hát, karácsonyi lidész nyomás. Azért, hogy ismerlek, szerintem te itt is faragod a tököt. Nem? Hát szó, de hát ezt tudod, hogy nem az igazi. Érted, ez az afrikai tököt. Foglalkozunk a témánkkal, amivel készültünk. Mert hogy egy érdekes dolog történt, és rögtön felhívjuk a mi drága biztonságpolitikai szakértőnket. Anna, itt vagy? Gyere ide egy kicsit, feladatod van. Nagyon-nagyon szükség lenne a búgó hangodra, na, hogy fölébrezd Mr. Nógrádit kicsit, hangulatba hozd, felhozd, felkedveskedd, és mindenféle jó dolgot tegyél vele. Már beszéltél a mesterrel, vagy most fogod hívni? Nem hallom. Nem hallja? Nagyon jó. Megoldjuk. Nem hallom. Na, most hallasz? Uh-huh. Igen. Na csak bocsánat, az volt a kérdés, hallok, hogy már igen. Beszéltél a mesterrel, vagy úr. Most fogod majd felkedveskedni. Már láttam az adásmenetben, nem akartam megcsörgetni, mert hadd pihenjen ez a szent ember. Most fogom hívni. Megcsörgeted. Igen, jó, de hát jó, most jó, időben, mert még szeretnék vele privátba pár szót csevegni. Azért mondom, hogy kicsit kedveskedj fel nekünk, jó? Legyél vele nagyon kedves, és jó hangulatba jöjjön adásba Mr. Nógrádi. Mi jó? Gyújtsd be a motort, duruzsoljon itt nekünk. Jó? Fogad a bókokat egyébként. Természetesen. Na, köszi Anna. Mert hogy az isztambuli magyar főkonzulátus közlése szerint 6 munkatársukat szállíthatják kórházba megfigyelésre a külképviselet épületébe borítékban érkezett gyanús por miatt, gyerekek. Hétfő reggel sárga port tartalmazó borítékot küldtek az isztambuli magyar főkonzulátusra, és a boríték felbontása után a főkonzulátus munkatársai az érintett helységet bezárták, és az illetékes török szerveket riasztották. Több megdöbbentő dolog is van egyébként ebben, ezt így hallva. Leginkább az, hogy egyáltalán kibontották. Vagy ki az, aki kibontja? Hát Aranka átveszi a levelet, és mielőtt beviszi a magyar főkonzulnak ott Isztambulban, előtte belenéz a borítékba? Beleilleszt egy ollót, felhasítja. Kinyitja, és azt tüsszent kettőt, és azt mondja, hogy te jó Isten, fehér por, vagy te jó Isten, sárga por. Csukjatok be minden, nehogy kiszökjön, ha mondjuk ugye valamilyen méregről van szó. És Ankarába küldték egyébként a boríték tartalmát, ahol most került sor a pontos vizsgálatra, és a 6 munkatársat, aki érintkezett a borítékkal, azonnal kórházba szállították. Hát ez egy darabig hát nagy divat volt, ha emlékeztek rá, hogy küldözgették a világban, akkor azt hiszem antraxos borítékokat. Antraxot lehetett kapni ilyen formában, aztán kiderült persze, hogy nem az, és egy idő után már el is kezdtek ezzel szórakozni, hogy sima hintőport tettek bele, azt küldték el különböző embereknek, de hát mindenki félt tőle, és biztos van egy ilyen borítékbontó, nem? Aki az összes ízű borítékot ott felvágja egy ilyen követségen, és nyilván ő fertőződhetett meg, ha egyáltalán valami fertőző volt a boríték. Igen, az elsődleges vizsgálatok szerint nem tartalmaztak biológiai fegyveres támadás elkövetésére alkalmas anyagokat a gyanús borítékok, de egyébként több isztambuli konzulátusra is elküldték. Tehát kaptak rajtunk kívül, egyébként úgy néz ki, hogy kaptak a németek, a franciák, a belgák, a kanadaiak és az amerikaiak is kaptak hasonló borítékot, és lezárták a konzulátusi épületeket. Ha kicsit, nyilván ezen nem viccelünk, de egyébként egész jó társaságba keveredtünk, ha megnézitek. Hát ott, tehát Albánia nincs a sorban például, a Egyesült Államok, Németország, Francia, Belgium, Kanada és Magyarország kapott ilyet. Tehát, hogy a sor az egész jó. Magam nem értem, hogy mi mit keresünk ebben a csapatban, de hát biztos van valami, ami miatt nekünk is kell. Ebben az a megdöbbentő, hogy azért nálunk nincs terrorfenyegetettség, és nem hiszem, hogy ez azt jelenteni, de mégis azért, hogy az Egyesült Államok, Németország, Franciaország közé egyszer csak bekeveredve mi is kapunk, vagy az isztambuli konzulátusunk is kap egy ilyen borítékot, mindenféleképpen érdekes. Ez a felnyitás tényleg, hogy a francba történt? Ezt egyszer csak valaki tényleg egy késsel felnyitja, mielőtt beviszi, és azt mondja, ó, Judit, nézd már bele abba a borítékba, mi van benne, nem világítják át? Mert ugye ezt végül is felnyitották, és amikor látták, hogy mi van benne, gyorsan becsukták az összes ablakot. Az még jó. Hát jó, csak az a baj, hogy a lépfen az ugye belélegzéssel fertőz, és hát aki felbontotta, az valószínűleg üzemszerűen meg is betegedhetett, vagy be is lélegezhette ezt a port,
Úgyhogy hát nem tudom, hogy ez mennyire volt jó ötlet. De a legnagyobb kérdés itt ebben az esetben tényleg az, hogy a magyar konzulátusok nincsenek felszerelve olyan berendezéssel, olyan meg lehet állapítani azt, hogy mondjuk egy borítékban mi van felbontás. Hát egy volt ott egy túlvezérelt titkárnő, nem? Aki azt mondta, hogy hagyja csak, ezt majd én intézem. Nem lehet, hogy ilyenkor. Majd én beviszem az elnöknek. Majd én beviszem, hagyja csak, majd én felbontom. Nem érted? Szóval azért ez mindenféleképpen kemény ügy, főleg, hogy mi is ott vagyunk. Na, de hát gyerekek, van nekünk egy olyan emberünk, aki... Mit okoskodunk már? Aki hiába mondunk bármit egy érvel, egy mondattal, úgyis porig rombolja azt, amit mi eddig felépítettünk. Mond egy zárójelet, és mindannyian megsemmisülünk. Így van. És itt ülünk áhítatos csendben, és ülve, állva, vigyázban, mint a misén. Így van, itt van Nógrádi György, ami biztonságpolitikai szakértőnk. Jó reggelt kívánunk, hello! A mondat második felét hallottam, eddig hármasra álltok. És előtte az Annával beszéltem, aki sokkal helyesebb, mint te. Most kezdhetjük a beszélgetést. Köszönjük, tanár úr, köszönjük! Köszönjük, tanár úr, tegyük ki a zárójelet. Na, mit szóltál, amikor ezt elolvastad, hogy milyen illusztris társaságba kerültünk? Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Belgium és Kanada isztambuli konzulátusa kapott ilyen borítékot, illetve Magyarország isztambuli konzulátusa. Mi az üzenet, vagy kik küldhették, tudunk erről valamit? Persze. Egy. Gyakorlatilag Törökország a történelemben mindig a hírszerzés egyik központja volt. Ugyanilyen volt Bécs, ugyanilyen volt Svájc. Kettő. Nagyon jól mondtátok, konzulátusok vannak Isztambulban, a nagykövetségek a fővárosban, Ankarában vannak. Zárójelben megjegyzem, hogy Magyarország legnagyobb nagykövetsége van Ankarában, mert ezt a osztrák-magyar monarchiától örököltük. Következő. Gyakorlatilag kettő cég küldhette ezt a idézőjelbe üzenetet, vagy az iszlám állam, hiszen mind a hat állam az iszlám állam elleni harcba állást foglalt, vagy pedig török szélsőségesek. Na most azért annyit látni kell, amiről európai sajtó nem nagyon beszél, hogy 15 év alatt azért a törökök 40 ezer kurdot megöltek. Ennek megfelelően Törökország mindenki imádja, csodálatos a tenger, Isztambul, a bazár, stb., de nem igazán biztonságos ország. Zárójel. A török nagykövetségek a világon mindenütt a legveszélyeztetett faktorban vannak kitéve. Tehát az isztambuli magyar konzulátuson ténylegesen van egyfajta rizikóveszély. A mondat végét hallottam, de a valóságban a világon mindenütt egy hivatalsegéd átveszi a postát. Egy titkárnő fölbontja és kiosztja azoknak, akiknek kell. Kivéve, ha veszély van. Ha veszély van, akkor minden országban van egy olyan illetékes, aki dönt. Ez Magyarországon a külügyminisztérium futár és biztonsági főosztálya, ahol eldöntik azt, hogy ebben a veszélyeztetett helyzetben ki miért felelős. Na a lényeg az, hogy itt hat magyar kórházba vittek, hál' Isten semmi komoly baj nincs, és a port elküldték Ankarába, hogy vizsgálják be, zárójel. Rengeteg ilyen poros üzemet van, de rengetegszer vannak bombák ezekbe a borítékokba. Máshogy fogalmazva, nyilvánvalóan veszély van, nyilvánvalóan ki kell adni azokat a nem publikus utasításokat, hogy a jövőben hogy akadályozzuk meg, hogy ilyen porokat bárki kinyisson, és bárki esetlegesen veszélybe kerüljön. Azt gondolná az ember azért, hogy egy ilyen nagykövetségre beérkező postát valaki, aki ért hozzá, átvizsgál, vagy van valami átvilágító szerkezet, vagy olyan mennyiségű levél érkezik meg küldemény, hogy ezt egyszerűen nem lehet megoldani? A válasz az, hogy ez nem nagykövetség, ez konzulátus. Vagy a konzulátus, bocsánat. A nagykövetséget nem, nagyon jókat mondtok. A nagykövetségeket sokkal jobban védik, és megvan az, hogy milyen leveleket hogy kell átvilágítani. Azért hogy mondjam azt, hogy a bécsi polgármester kapott egy ilyen levelet, kinyitotta, úgy hívták, hogy cirk, mire leszakította az ujjait. Tehát ezek nem túl vicces dolgok, 10-ből 9 ilyen üzenetnek semmi jelentősége nincs, mert a por semmit nem jelent. De pontosan amiatt, hogyha ilyen van, és azért Isztambulban ez volt az első, abban a pillanatban megcsinálják a szükséges intézkedéseket, pontosabban a meglévő intézkedések közül az illetékes vezetés, ez nem csak Magyarországra igaz, ez igaz a többi országra is, meghozza azokat a döntéseket, hogy mostantól mit kell csinálni. Adj még egy hülye példát. Ma reggel bemondták, hogy Észtországban egy 15 éves hülye gyerek agyon lőtte a tanárnőjét. Igen, vagy tanárát. De ez először fordult elő Észtországban. Nyilván meghozzák az intézkedéseket. Ugyanezik az Isztambulra. De ettől függetlenül biztos van a levelek esetében, vagy a levélpostai küldemények esetében is egy biztonsági protokoll. Mondok egy nagyon triviálisat, például azokat a borítékokat nyilván elkülönítik, amiket nem a postán keresztül kap meg a konzulátusa vagy a nagykövetség, hanem mondjuk a postaládába dobják be. Természetes.
pontosan megvan az, hogy melyik postai küldeményt hogy kell ellenőrizni. Postaláda idézőjelben nem túl gyakran van ezeknek az intézményeknek a falán, pontosan azért, hogy ezt kiszűrjék, és már a posta megcsinálja szinte minden országban azokat az előzetes biztonsági intézkedéseket, hogy a küldeményekből, ami veszélyes, kiszűrjék. De azért egyet hagymiak. Amiről beszélünk, ez egy örök élet-halál harc. Versenyt futunk. A kérdés az, hogy ki nyeri meg, aki robbantani akar, vagy aki elhárít. Tehát ez végigmegy az emberi történelmen. Nevezhetem ezt postabombának, nevezhetem ezt levélbombának, nevezhetem bárminek. És most ezt idézőjelben megúsztuk, mert akiket kórházba vittek, mind a 6 konzulátusról kiderült, hogy hál' Isten semmi bajuk nincs, tehát a por egy üzenet. Az üzenet valószínűleg az, hogy ne támogassuk az iszlám állam elleni harcot. És most egy komoly mondat. A török politika azt mondja, hogy 3 terrorista csoport van a térségben. Assad, tehát a szír vezetés, ez tényszerűen nem igaz, a kurdok, ez abszolút nem igaz, és az iszlám állam. Tehát nem véletlen, hogy a nyugat jelenleg rendkívül kemény viszonyt folytat a törökökkel, hogy legalább a kurdokat harcolni engedjék át Kobánéba, hogy ott ne legyen egy Srebrenica-szerű vérontás. Egy ilyen helyzetben nyilván szélsőségesek küldenek üzenetet, hogy mi nyugatról rosszul látjuk, nem csak az iszlám állam az ellenség, hanem a másik kettő is. De ezeket ki kell deríteni, amit én mondok, ez Budapestről nézve egyfajta teória, nem biztos, hogy így van. Abban segíts nekem, légy szíves, hogyha én terrorista vagyok, tételezzük fel, és igen, azon jár az agyam, hogy hogyan tudok... Mit akarsz venni? Ne, azt majd később megbeszéljük adáson kívül, hogy hogyan tudunk hozzájutni. Hogy egyébként azon jár az eszem, hogy hogyan tudok még egy szeptember 11-et csinálni, tehát nagy dolgot, akkor miért küldök olyan port, aminek gyakorlatilag semmilyen hatása nincs? Tehát értem a figyelmeztetést, csak... arra próbálok rávilágítani, hogy ezek a fiúk mindig olyan dolgokat csinálnak, ami üt, ami nagy dolog, amiben igen, sajnos emberek halnak meg. Igen. Ehhez képest most jön egy por, meg már jött sokszor olyan por, ami nem hatásos. Tehát, hogy nincs benne semmi. Hogy gyakorlatilag a terroristák nem hülyék. A szomáliai terroristák fölvették könyvelőnek, aki Harvardot végzett, és többet fizettek neki, mintha az USA-ban maradt volna. Ezek a terroristák tökéletesen tudják, hogy szeptember 11-e után az USA-ba terror merényletet végrehajtani szinte lehetetlen. Elnézést, 13 év alatt terror merénylet Európában összesen 3 volt, Madrid, London, Isztambul. Naponta vannak terrorcselekmények, csak senki nem figyel oda a harmadik világba, ahol puha célpontok vannak. Ha most elküldik ezeket a porokat, elnézést 6 konzulátusra, ahol semmi nem történik, de a por átmegy a rendszeren. Az azt jelenti, hogy a világ sajtó fölkapja, a magyar terroristák elérték céljukat, mert a világ újra róluk beszél. Ennek a anyag kiadása, mit tudom én, 10 dollárra 6 levél feladása. Tehát máshogy fogalmazva rendkívül jól okoskodtak, ha én elküldöm ezt, elnézést kérek, a zambiai, afrikai nagykövetségekre a kutyát nem érdekli. De mivel 6 kiemelt NATO nagykövetségre küldtem, odafigyel a világ. Tehát ők jól számoltak. Ez azt jelenti, hogy megint 2-3-4 napig a világ róluk beszél, és elérték céljukat. Azért még egy, özönlenek a fiatalok Európából, Ázsiából, USA-ból és Afrikából, hogy harcoljanak velük, ellenünk. És ezek a cselekmények, ezek ezt alátámasztják. És mindez 10 dollárba került. Oké, meggyőztél. Tanár úr, ott a pont. Köszönöm. Igen, érdekes az elmélet egyébként. Persze, hát nem került túlságosan sokba, és mindig, mégis mindenki róluk beszél. Itt igen, van. Jó, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, érdekes én volt ez a dolog. És csak, bocsánat, még egy kérdés, várjál, még nem menj az Annához, még nem adjuk vissza, várjál, hogy azt mondtad, hogy nagyon... értem én. Megbeszélni a következő melanzsozást. Így van, értem én, hogy nagyon rohansz, itt van az Anna, nem ment el, csak mondtad, hogy nagyon sokan mennek, hogy harcoljanak velük. Gondolom, így hogy van. Itt az iszlám államra gondoltál többek között, ugye, hogy egyre több Nyugat-Európából származó fiatal gondolja egy megoldásnak, hogy az ő soraikban harcoljon. Ugye? Erre gondoltál. Igen, és ez legalább egy perc. Tehát mi a lényeg, hogy rengeteg ember van a fejlett országokban, aki nem találja helyét, szerepét, aki úgy érzi, hogy a globalizált világnak ő a vesztese. Ezek döntő része muzulmán, de nem csak muzulmán, nagyon sok keresztény áttér a muzulmán hitre és elmegy harcolni. Hát hetente teszik közzé a németek, hogy hány ember ment el eddig harcolni, és hány ember van, aki
aki napi veszélyt jelent Németországra. A kancellár szerint Németországban jelenleg 40 ezer olyan ember van, aki hajlandó terrorcselekményt végrehajtani. Tehát nem 100 vagy 200, eddig több mint 600-an mentek el harcolni. Nagyon sokan hazatértek. A probléma az, hogy aki hazatért, arról nem tudjuk, hogy azért érte haza, mert kiábrándult, vagy azért, mert fölkérték, hogy robbantson. Tehát olyan új biztonsági rizikók vannak Európában, amire nem készült föl az átlagember. Na most nyilvánvaló, ha én terrorista lennék, akkor kiemelt célpont számomra Nyugat-Európa három frekventált országa. Magyarország hál' Isten nincs ebbe bent. De olyan új kihívások lesznek, amire a politikának, a titkosszolgálatoknak és a lakosságoknak föl kell készülni, illetve föl kell őket készíteni. Nagyon érdekes ez a dolog, izgalmas és egyben félelmetes is. Na jól van, visszaadunk az Annának. Nagyon szépen köszönjük, szép reggelt kívánunk. Ne sminkeld magad, Anna, ne sminkeld magad, ez csak telefon szívi, telefon. Képet nem ad. Nográdi Györgynek, köszönjük szépen, ciao, hello. Jó munkát. Még, és hát ugye filmek és sorozatok is vannak erről, a Homeland, ha valaki nem ismerné, pont most megy az újabb évad, pontosan erről szól. Ugye talán egy Afganisztánból hazajött amerikai katona, akiről nem tudott, hogy azért jött haza, hogy azért, mert kiszabadították, vagy azért jött haza, mert átállt közben az afganisztáni fogságban, és hát azért jött haza, hogy robbantson. És erről szól ez a sorozat, egyébként szenzációs, rengeteg díjat nyertek. Igen. Vagy a Csillagok háborúja, az is a jó és a rossz örök harcáról szól, de... Úgy köszönjük, érzem, hogy János. Picit. Igen. Na jól van. Oké. 7 óra múlt pontosan 36 percem, és lehet jelentkezni Óven bácsira Berunénire, ha valaki szeretne egy pici szünet, mi pedig jövünk a hírek után. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:48 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk. Friss közlekedési hírekkel, amik nagyon-nagyon fontosak. Voltatok olyan kedvesek, hogy elküldtétek nekünk. Mezőberény Gyomai út van egy trafink, aztán Hajdúszoboszló és Debrecen között nagy köd van. A gépkocsikon nem elég ilyen időben a nappali menetfény, főleg, hogy azzal még nem világítanak a hátsó lámpák. Ezt Balázs írta nekünk. Aztán Zalaegerszeg ködös, látótávolság 10-20 méter. Üzeném a sofőrtársaimnak, hogy illik ilyenkor felkapcsolni a világítást. Egy kérdés Pityutól, most olvastam, hogy lelőtték a dél-afrikai foci válogatott kapusát a mobiljáért, és általános döbbenet van az országban. Ti ebből érzékeltek valamit? Pityu kérdezi, hát nyilván nem itt ebben a formában, de én is olvastam, egy rablótámadás áldozata lett Johannesburgban. És tényleg, tehát bementek hozzá, és banális dolgokat vittek el. A mobiltelefont, pénztárcát, és észrevette, hogy betörtek hozzá, lement az emeletről, és akkor lelőtték. Én nem akarok általánosítani, de amennyire én így figyelem az eseményeket, szoktam így sportolás közben bekapcsolva hagyni a tévét lent, és ilyenkor mindig nézem a híradókat, elsősorban sportvonatkozású csatornákat, és ott én már többször láttam hasonló esetekről összefoglalókat. Tehát nemrégiben egy atléta esett áldozatul, mondjuk egy ilyen országúti gázolásnak, autóbaleset. De a saját országában, vagy, vagy Dél-Afrikában? Itt dél-afrikai sportolóban. Szóval tehát itt azért elég sok erőszakos cselekmény van. Igen. És lehet, hogy ez nem feltétlenül annak szólt, hogy itt egy nagyon népszerű sportolóról van szó, lehet, hogy... Azt nem tudom, hogy tudták-e, hogy hova mentek be, vagy hogy kihez mentek, igen, azt nem olvasni, csak az, hogy szegénye valóban ez történt. De direkt módon nem érezzük ennek a hatását. Ne, nyilván nem, persze. Jól van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk, ha minden igaz, akkor már itt is van a játékosunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, Baumi! Bauri! Hello! Jó reggelt! Hello, Ádám! Ádám, honnan hívsz minket? Szombathelyről telefonálok. Szombathely, milyen idő van ott? Hát elég ködös. Ködös, hideg, de olyan jó kis őszi. Ez a klasszik őszi, igen, amit Feri is mond sokszor, illetve látjuk az SMS-ekből. Érezni még egy kicsit nem érezzük, de egyébként ez nem is hiányzik. Mit csinálsz, mivel foglalkozol? Egy kötőelem nagykereskedésben vagyok, raktáros, és innen üdvözlöm a munkatársaimat, akik ugyanúgy segítenek és hallgatják a Morning Show-t, úgyhogy Baumi! Milyen szépen mondtad, ugye, hogy kötőelem szakkereskedés, csavarosok vagytok. Azaz, egész nap csavargunk. És targoncával nyomulsz bent a raktárban? Azzal is. Meglábbal. Azzal, az.
Meg lábon. Uh-huh. Láttam ilyen targoncás videót, részeg volt a sofőr, azt hiszem, és mutatják, hogy neki megy egy ilyen... Picit megbontott a salgó állványzatot. Meg, neki megy egy állványzatnak, és onnantól kezdve elindul egy ilyen, én nem is tudom, földrengésszerű, sorozatos eseményekből álló történet, cselekmény, és bedől, vagy összedől az egész raktár. Ó, nálunk ez nem fordulhat elő. Igen. Nálunk ez nem fordulhat elő. Bizony. Ahhoz nehéz egy olyan szituáció, amikor a megoldás ez egy autogén tréning, tudod? Hm. Igen, meg tudom oldani. Igen, képes vagyok rá. Nem vagy képes rá. De ő úgy gondolta, hogy meg tudja oldani. Igen. Ádám, és kik segítenek, vagy ők most hova bújtak? Ők picit távolabb vannak, hallgatják a rádiót. Messziről internetben. Sziasztok! Atya is, te hányan vannak? Hárman vannak most itt a raktárban, mellettem a Gyula, a Józsi meg a Kecske. Mondjuk így erős csapat vagytok, a Gyula, a Józsi meg a Kecske. A... Nem állatkínzás az, hogy a kecskeben van a raktárban? Nem, fünkel, nem. Meg friss levegő. Hány sztori kezdődött így? A Kecske miről kapta a nevét? Vezetékneve Kerecsényi, és gondolom innen jött. Aha. Na jól van. Összejártok egyébként munkán kívül is, vagy csak munkatársak vagytok? Munkatársak vagyunk. Néha így összefutunk, de itt belül ápoljuk a kapcsolatot. Uh-huh. Tehát néha összefutok máshol, de akkor elfordítjátok a fejeteket, és takarjátok az arcotokat. Nem köszönünk egymást. Vigyázz, ott a kecske, meg ne lássam. Na jó van, Ádám. Oké, figyelj, akkor mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, ezt fogod, vagy ezt fogjátok először hallani. Figyelj! Lift kezel, Beru néni? Lift kezelő lett? Ez még akár egy dítörhő szám is lehetne, de... Igen, ahogy kezdődő. Beru néni lift kezelő lett, legalábbis ez olyan, mint egy ilyen teherlift, amit így elindítanak. Nem? Az. Na, elég tűnik. Tűnik. Na figyelj, Ádám, rövid kis részlet jön a dalból, figyelj! Na. Jaj, nem áh! Hú, ez jó rövid volt. Hát nagyon, de milyen könnyű ráadásul. Még egyszer meghallgathatnám. Rövid legyen, igen. Na. Ez még rövidebb volt, mint az előbb. Hát, szigorú a pesti technikusunk, de ez nem is baj, mert nagyon könnyű egyébként. De tudjuk még egyszer mutatni. Jó, akkor még egyszer. Még egyszer szeretném. Még egyszer. Na. Valami tipp? Kecske? Így van. Kecskének tudnia kell, mert a kecske nagyon szereti. Azt kiabálja egy kollégám, hogy magna cum laude? Az bizony! Így van! Bizony! Igen! Mondtam én! A kecske is szereti a mezőt. Igen. Egyébként azt hozzáteszem, a kecske az egy profi teniszedző itt Szombathelyen, és most ide futott, hogy reklámozzam. Ez az én gyöngyös reklám volt. Aha, és most is ilyen Björn Borg fejpánt van rajta, csuklószorító. Igen, és igen? Iván Isevics van tetoválva a bal vádliára. Aztának. Ezért nem érigylem. Rohadt nagy vádlia lehet. Igen, ha ráfért Iván Isevics, akkor az nagyon durván. Nagyon durván. Igen, szerovízos káposztánél. Na, üdvözöljük akkor őt is, majd jó, egyszer rád. Arra megyünk, akkor játszom veletek. Jól van, megvan az ajándékcsomag, nem is vettünk ki belőle semmit, igazából megvan a bögre, a legér alátét, minden, amit bele tudunk rakni be az ajándékcsomagba, úgyhogy küldjük nektek, jó? Köszönjük szépen, el fogjuk osztani. Osszátok el, Ádám, jó munkát nektek, köszi a játékot. Szevasz! Baumi! Köszi, sziasztok! Baumi! Hello! Baumi! Na, ez tök jó. Én Navratilovát tetováltatnám magamra, hogy izmosabbnak nézzek ki. Navratilova hasát? Én Serena Williams. Ha izmosan akarnék kinézni, a Serena Williams-et tetováltatnám magamra. Biztos, hogy tolják valamilyen növekedési hormonnal. Valami ott egészen van. Biztos. Megváltozott az állkapcsa, a csontjai, minden. Olyan farizmok, olyan combok nincsenek, nem léteznek. Biztos, hogy biztos. Én csak ilyen a Marvel képregényekben láttam hasonlókat. Igen. Na, nagyon sok SMS jön egy bizonyos témával kapcsolatban, illetve valakivel kapcsolatban, és kérdezik el tőlünk, hogy mi a helyzet, tudunk-e valamit. Kozsóról van szó. Nem tudunk semmit, illetve pontosabban nem tudunk annál többet vele kapcsolatban, hiszen azért nem vagyunk napi kapcsolatban, mint amit a bulvár sajtó ír. Azt biztosan állítjuk, hogy mi is olvastuk nyilván, ami vele történt. Nagyon-nagyon sajnáljuk, és nagyon drukkolunk neki, mert hogy amellett persze, hogy mi azért sokszor bántottuk, vagy megcsipkedtük, vagy kicsit így hát tulajdonképpen megrángattuk a bajuszát néha, emellett azért mi azokat bántjuk leginkább, akiket kedvelünk. És ezt most tényleg teljesen komolyan mondom.
Úgyhogy ennek, hogy milyen előzménye volt, vagy mi történt, én még csak ezt se tudom. Az a helyzet, hírek se szólnak erről. De, a születési rendellenesség. Igen, így van, tehát ez egy születési rendellenesség, és már volt egy ilyen műtétje a Kozsónak, de ő ezt nem mondta annak idején senkinek, és most megint van egy ilyen ér elzáródás talán, amit, ami most ráadásul nagyon rossz helyen volt, és két vagy három szakember is visszautasította a szegényt, arra hivatkozván, hogy nem biztos a műtét sikeressége, és nem vállalják, úgyhogy aztán volt egy szakember, aki megcsinálta ezt a dolgot, és őt ugye ilyen éberkómában tartották, de most már az a hír a mai újság szerint, hogy felült, eszik, és ugye kihozták a kómából, és hogy azért a gyógyulás most már nem azt mondom, hogy 100%-os, de hogy nagyon jól áll benne. Kozsó. Na, hát ez mindenféleképpen jó hír. Amit szerettünk volna elmondani, nyilván nagyon drukkolunk neki. Ugye az ember a bulvár sajtokból tájékozódik, hát ebben azért lehetnek barokos túlzások már, ami az állapotát illeti, meg egyáltalán az egész környezetet, meg a történéseket, amin keresztül ment. De mégis mi azért nagyon sok szerencsét kívánunk neki, jobbulást, és nagyon drukkolunk neki. Hogy ha lehet, majd meg is szólaltatjuk, amikor már az állapot engedi ezt a kis telefonos beszélgetést, de addig is az első az, hogy meggyógyuljon. Mert tényleg, én csak annyit tudok mondani Kozsóról, a saját személyes benyomáshoz az, hogy azon kevés, egyébként szerintem nagyon szimpatikus közszereplők közé tartozik, akik nem csak állják a pofonokat, meg hogyha az ember megcsipkedi őket, ahogy Balázs is fogalmazott, meg egy kicsit köszörül rajtuk a nyelvüket, hanem egyrészt vissza is adják, másrészt pedig nem látnak ebben semmi kivetni valót. Igen. Úgyhogy Kozsó jó arc, nagyon-nagyon-nagyon. Igen, drukkolunk neki. Így van, 4 perc van, pontosan 8 óra, jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bavoni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 8 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok! Hello, Feri, jó reggelt! Szevasztok! Drága hallgatók, egy jó kis Bon Jovi a sok-sok gépzene után milyen jó hangszere zenét hallani, nem? Semmi bajom Avanci, meg Tiesto, meg Avanci, meg hát nem az tudom. Az új Avanci nagyon jó. Az új Avanci egyébként nagyon jó, így nem van. A mi korosztályunk, de nagyon jó. A számológépes órás. Így van, viszont egy jó hangszere zene, gyerekek, hát komolyan mondom, mint akit fejbe vágtak, úgy örültem neki. Nem? Még nem, ugye? Hogy csak jelzem az otthoniaknak, hogy nagyon széles repertoárral rendelkezik ez a zenekar. Ez nagyon jó slágerük is felkerültek a hot ez is jó, Living on a Prayer, jó kis dal van, egy csomó egyébként persze nyilván tőle, de olyan jó. Hát sajnos mostanában az a divat zenében, amihez mi már egy kicsit túl öregek vagyunk. Tehát a kevés hangszer, sok szintetik, nem? Mindenféle igen. Géppel kevert Avancsik, Tiestók. Én mindig mondom egyébként, hogy Balázs valahol a legmélyén, a lelke legmélyén glam rocker. Most is becsukta a szemét, és szinte látta maga előtt, hogy forog a mikrofon állvány, amiközben színes sejemszalagok úsznak körülötte, ahogy egy kicsit fel van tupírozva, veszkocsizma maradt, és pandezik, hogy ezt látta maga előtt. Igen, és a Grand Canyonnál állok egy gitárral a kezemben, amit a végén beledobok a nap felkeltébe. Nem, tényleg, hát ezek jó dalok. Na, azt mondja, hogy nézzük, mi a helyzet az utakon, kaptunk rengeteg közlekedési hírt, ha nem zavar benneteket, megosztanék egyet-kettőt. Hajrá, tessék! Nem csak, hogy nem zavar, hanem örömmel, boldogsággal, endorfinttal tölti el az összes sejtünket. Parancsolj! M6-os végig tejköd, max 50 méter a látótávolság. Azok, akik saját sávjuknak gondolják az előzésre való sávot, jelezném, hogy baromira veszélyes. BK Pipa, vagyis Béke Pipa küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen az SMS-t. Tengelice térségében tejköd, 100 méter alatt a látótávolság, ez szintén az M6-oson van, üzeni nekünk Pityez. Zalaegerszeg ködös, látótávolság 100-200 méter, a sofőrtársaknak üzenem, hogy tessék felkapcsolni a világítást. Mezőberény Gyomai úton van egy trafink, szintén a Pesti úton az 501-es utcánál trafi, ezt Kincs küldte nekünk. Aztán a Szőnyi úton egy katonai jeep belerohant egy házba, kidöntve a kerítést, most helyszínelnek Komáromban, ott is figyeljen mindenki, üzeni Gabi. Az egyes úton Gönyű és Győr között 25 méter a látótávolság, de a követési távolság nem érdekli az embereket. Harci, ma mindenki kicsit ilyen önkéntes rendőri vénával lett megáldva, nem? Érzitek a népnevelést? Minden SMS-ben felszólítom, autós társaim, kapcsolják, ne így menjenek, ne úgy menjenek. Ma kicsit mindenki nevel. Hát nem? Amikor ekkora ködben ott van mögötted egy méter egy autó, akkor szerintem te is írnál egyet, nem? Biztos, hogy írnék, de ennek nincs egész egyszerűen kultúrája, ez a lekapcsolom, felkapcsolom, használom, ha kell, lekapcsolom, ha nem kell, ezt valahogy mi nem tudjuk. Tehát megnyomjuk az elején, elindulunk, ha van köd, ha közben felszállt, ha verőfényes napsütés van, bekapcsoltuk a ködlámpát, az úgy marad. Az utazás végéig. Kopik a kapcsoló.
Igen, kopik a kapcsoló. Nem tesz jót a lámpának, hogy kibe kapcsoljuk. Szilvi küldtem, igen, ezt én bemondtam, de mondom még egyszer, hogy az 501-es utcánál a Jászberényi út elején a város felé haladókat méri. Köd, ide, köd, oda, rengeteg trafipax, gyerekek. Viszont nem kapunk híreket a MÁV-val kapcsolatban, úgyhogy valószínű minden vonat megérkezett, ott vannak, időben vannak, a Vác-Budapest szobvonalon sincsen késés, ez jó hír. Drága hallgatói, mindig megírják, ha van valami. Hát vagy nyugaton, keleten, északon és délen a helyzet változatlan, hogy szokták mondani, tehát hogy azért nincsenek hírek, mert egyébként már fásultam, vette tudomásul mindenki. Ez is csak ugyanolyan kedv, mint az összes többi volt eddig. Na igen, az is lehet. Hogy állsz ott a megállóban, és azt mondod, hogy már minek? Minek írjak? Minek írjak? Nem, majd holnap elküldöm ugyanezt. A baliékkal. Igen, jött mávos SMS. Egyébként Békés Csaba Budapest vonalon utazik a párom gyors vonattal, ami 150 forintos pótjegy váltásával vehető igénybe, viszont a vonaton nem igazán van fűtés. Nem én az volt, hogy meleg vonat. Szolgáltatásért plusz összeget elkérni. Igen, tehát nem az volt, hogy fűtött vonat 150, az, hogy gyors. Ugye? Tehát az igaz. Az van benne, hogy gyors, az plusz 150. És ami gyűl, ami gyors, az hűl, vagy ami gyors, az melegszik. Az melegszik, de annyira az melegszik nem inkább. Gyors. Na, hát akkor meg... Mire akarunk ezzel kiukadni? Arra, azért nem van, hogy te hidegben nagyon gyors. Ha, nem, azért lehetne még gyorsabb, akkor még melegebb lenne. De nem úgy, hogy minél gyorsabb, annál hidegen? Mert az a vicc is, hát a ez is, most igen, nem mert most így, mert ez, hogy légkütéses, tehát hogy a menetszél hűti, vagy pedig olyan gyorsan megy, hogy már... Hát a súrlódás miért felmelegszik. Na, fizika, mi használunk. Az, főleg az enyém. Tudjátok, mi a véleményem, a fizikáról tanulja, akinek öt anyja van, az, meg a kémiát is. Tudom. Így van. Tudom. Nem szólunk semmit. Gyereknek. Csendben tudom, vagyunk. És mi a véleményed a baradlaiakról? Azt már ne is mondd, mert én korám ahhoz. Hogy, nem, most arról nem mondok semmit. Na, viszont, amiről szeretnék beszélni, az nekem nagyon tetszik. Mármint nem maga az, hogy embereket vernek át, mert erről beszélünk, hanem az emberek átverésének mikéntje, ugyanis egyre nagyobb számban dőlnek be állítólagosan magyar nők is különböző romantikus átveréseknek. És kettő igazán népszerű ága van ennek, szerintem beszéljünk róla, hát ha belefutunk egy olyan hallgatóba, és már most mondom a hallgatóinak, hogyha valaki magára ismer a történetben, és nem szégyeli ezt a dolgot, vagy bevállalja, hogy őt valójában felültették, az... Írjon már nekünk egy SMS-t, és visszahívjuk, szeretnénk vele beszélni. Ugyanis egykorról lehetett hallani, hogy közszereplőktől is megpróbálnak ugye pénzt kicsikarni, és talán Csisztu Zsuzsa volt az, igen, aki bedőlt egy ilyen e-mailnek, miszerint ugye neki van talán pont egy dél-afrikai vagy dél-amerikai rokona, megtalálták őt, mint leszármazottat, ugye utaljon át, mit tudom én, 3000 eurót egy bankszámlára, és megkapja a családi örökséget. Erre emlékeztek? Mi beszéltünk is Zsuzsával. És megkérdezik, hogy Zsuzsa... a teheneket és a sárkunyókat. Igen. Zsuzsa ezt az összeget egyébként átutalta, és aztán az örökséget ugye nem kapta meg, nyilván csalás volt. Afrikai volt a... Nem ölelhette Kebrére a maszáj rokonokat. Így van, afrikai volt a sztori. Igen. Illetve kiderült, hogy három busma hagyott rá két kecskét, és egy tűzgyújtópálcát. És fél kiló sót. Igen, az nagy érték a sivatagban, gyerekek, az nagy érték. Igen. Na, és ezt továbbfejlesztve, egyébként két útja van most a romantikus átveréseknek. Hát, ha találunk tényleg egy embert, egy alanyt, aki ebben menne volt. Az egyik, amiért szerintem nem lehet hibáztatni elsősorban a nőket, ők a nagy menyasszony bizniszben lesznek átverve. A másik pedig egy olyan módszer, ahol főleg Nyugat-Afrikában, kivált Nigériában működő... szervezetek magyar, többek között magyar nők bankkártya számának megszerzésére tesznek különböző lépéseket, és számomra teljesen megdöbbentő módon még mindig bedőlnek ennek magyar nők, és odaadják a bankszámlájukat. Ugye nézzük a nagy menyasszony bizniszt, hogy ez miről szól. Ez nekem egy picit izgalmas. Tetszik? Annak tűnik. Igen, ez nagyon jó. Ugye a nagy menyasszony biznisz arról szól, hogy az arab országokba kimennek magyar nők különböző charter járatokkal, és ott hát, hogy is mondjam, szerelmi viszonyba keverednek Yusuffal. Igen. Hívjuk az emberünket, a csalót most Yusuffnak. Yusuff a tevehajcsár. Hát, jó. Legyen tevehajcsár. Legyen így. Azt hittem, hogy kicsit feljebb kalibrálod a társadalmi szintet, de legyen tevehajcsár. Elmennek Tunéziába, elmennek Egyiptomba, és számomra egyébként nem annyira meglepő módon, mert értem ennek a lelki hátterét, hogy mi van emögött. Szerelmet keresnek,
és nagy szerelmek kötetnek a nem tudom milyen utazási iroda által megszervezett út alatt. 3+1 csillagos szálloda, medencéjének a partján. Így van. Kifekszik mondjuk Katinka, ne Katinkának, kifekszik mondjuk Ilona, legyen Ilona. Ilona, legyen. Nevük a szereplőnk nincs. Kifekszik Ilona egy tunéziai tengerpartra, jön Yusuf. Így van. És egymásba szeretnek. Nem, előtte még összeszedi Yusuf a medencébe hullott faleveleket egy hosszú ilyen szálnak a segítségével, nem? És egymásba szeretnek. És innentől kezdve kiderül, hogy az egész nem szól másról, mint arról, hogy ezek az emberek egyébként összeházasodjanak a magyar nőkkel, és ezáltal sok-sok ezer eurót megspórolva, vagy rávéve a célszemélyt arra, hogy ő fizesse be nekik ezt a sok ezer eurót, kapjanak olyan papírokat, amivel ők aztán nyugodtan tudnak utazni Európában. Hmm. Tehát a magyar nő érzelmeit kihasználva, sok-sok ezer eurót elvéve tőle, összeházasodnak, és ahogy a házasság megtörténik, abban a pillanatban lelépnek. Eltűnnek egy giroszosnál. Bemennek, esznek egy falafelt, még kimennek a hátsó bejáratot, és ott ül Ilona, szerelemtől duzzadt keblekkel, várja Yusufot, aki még ott volt az előbbi falafeltevet, de Yusuf már nincs és ott. És akkor azt mondod, hogy minden hazugság volt, hogy ő is imádja a baklavát, illetve hogy ő is tud olcsóan aranyat, és 12%-os karát a számot. És de tényleg, tehát hogy az összes mind kamu volt, tehát nem is volt benne valójában szerelem. Nem volt benne szerelem, több ezer eurót kell együtt fütyülték Tárkán legújabb slágerét. Az is kamu volt. Igen, több ezer eurót kell egyébként ezeknek a nőknek befizetni. Nyilván egyébként szexuális kapcsolatot is létesítenek többek között magyar nőkkel, és nem szól másról a dolog, mint hogy hát a nőket, mint könnyű prédákat kihasználva, bevándorlási hivataltól szerezhessenek papírokat, és ezáltal ők már Európába tudjanak munkát vállalni, letelepedhessenek, és stb. Stb. Fölháborító. Hibás-e az a nő, kérdezem én, aki egyébként így megy ki Egyiptomba? Kezdjük innen, nem előre jelezve, hogy elítéljük azokat, akik telefonálnak, sőt, mitől örülnénk neki. Csak kérdezem, ti mit gondoltok erről? Tehát, hogy direkt ezért, vagy csak az egyhetes, mert van egy csomó olyan magyar nő is állítólag, én már hallottam középkor és a fölött, aki azért megy ki egy hétre, hogy ott szerezzen magának egy partnert, de igen, csak erre igen, az egy hétre. Igen. Ugye így kezdődik, és akkor ő szerelembe esik, Yusuf ezt észreveszi, és lelép az országból. Hogy lelép az országból, jönne Magyarországra, és a naív nő több ezer eurót utal át a bankszámlájára, intézi el a papírokat, fizet ki neki. Döbbenetesen jól csinálják, mert az érzelemre hatnak, beleszerettetik magukat, ugye, hát tulajdonképpen a nővel a pasiba, ajándékokkal halmozzák el, kisebb-nagyobb dolgokat vesznek neki, teljesítenek az ágyban, teljesítenek, mint férfi. Sokszor egyébként ezek a nők azt mondják, hogy jobban, mint egy európai. Tehát kedvesebbek, odafigyelőbbek. De ez a beetetés időszaka. Megkapják a papírt, és onnantól kezdve állattá változnak, féltékenykednek, ütni, vágni kezdik a nőt, vagy lelépnek, és eltűnnek a papírra. És lehet, hogy ez még a jobbik eset. Na, mit gondoltok arról a nőről, aki kimegy? Mondjatok valamit, érdekel. Hát, kimegy és szexel egyet, és aztán egy Yusuffal szerelembe esik. Semmi kivetnivalót nem találok benne. Abszolút. Hát most azért, mert Yusuf, és lehet, hogy benne van ez a sztori, hogy ő csak le akar lépni, tehát egy ilyen lelépési szexet kezdeményez Yusuf, attól szerintem a magyar nő érzelme, a szerelem, az lehet tök őszinte. Ez mindig olyan álságos dolog, hogyha belegondolunk, mert hogyha ugyanezt mondjuk mi pasik csináljuk, akkor ez az vagány, az belevaló, kicsit egyébként a része is a nyaralásnak, és mindenki többé-kevésbé, hogyha szingli, akkor ezért megy ki. És aztán, amikor egy nőről hallunk ilyesmit, akkor meg vannak, akik ilyen rettenetesen prűd, meg szemelezős módon állnak a dologhoz, és azt mondják, hogy hú, szégyelje magát, micsoda er. Én nem ítélem el, sőt, azt gondolom, hogy ezzel nincsen semmi baj, sőt, azzal sincsen semmi baj, hogy ebben testiség van. Én nagyon naívnak gondolom azokat a nőket, akik két nap után Yusufba beleszeretnek, úgyhogy nem tudnak semmit egyébként az elő életéről, és utána mondjuk egy hónapra két nap után egy idegennek baklavát! Anya! Egy hónapra rá Yusuf megérkezik Magyarországra, elveteti magát Ilonával, és ezáltal a papír által, a házassági papír által, itt ugye a lényeg a házasság, mert a házassági papír után kapnak egyébként kedvezményes feltételekkel, szerezhetik meg a beutazási engedélyét, az állandó tartózkodási kártyát, stb. Stb. Tehát nagyon nyithat itt Magyarországon egy saját döner kebabost. És nyit egy döner kebabost, igen, és a Szerály étteremlánc pedig öngyilkos lesz. Yusuf megnyitott. A legjobb. Yusuf megérkezett Ilona a legjobb Magyarországon. Szóval, hogy baromi naivak ezek a nők. Hát gondolj bele, kimész, nem tudom, a régen megszűnt Yorgos Traverrel Tunéziába, ledobod magad a medence partjára, jön Yusuf egy forró teával, és két nap múlva szerelmes vagy. Hát azért ez tök nonsens. Tehát ehhez érzelmileg nagyon kiszolgáltatottnak kell lenni. De miért? Hát szerelem első látásra az tökre működik.
működik. Hát hány olyan pár van, akár a te ismerőseid, én ismerőseim között is van, akik meglátták egymást, egymásba szerettek, és kész, eltűnt a világ. Szerintem feloltottak a villan. Itt nem erről van szó. Tudod, miről van szó? Hogy önbizalom hiányos, talán kicsit csalódott, vagy éppen elvált nők, akik egy-egy éjszakát keresnek, és kalandot keresnek kint, elhitetnek magukkal valamit, hogy ez szerelem, és belezugnak egy olyan dologba, ami alapjában nincs is. Mert kiszolgáltatottak, mert éppen itthon átverték őket, mert érzelmekre vágynak, és jön Yusuf, egy ezüstálcán hozza a forró teát, hozza a banán meg a mangót, és ezek a nők egyszerűen beleszeretnek, mert elhiszik, hogy ez a szerelem. De a Dalias medence klórozóban. Igen. Anna, mit gondolsz erről, te, mint nő? Kíváncsi igen, vagyok. Én azt, amit te. Tehát, hogy én nem vagyok, hogy mondjam, teljesen igazad van. Nagyon sok a szingli, olyan csajok, akiknek sajnos nincsen partnerük, és hát el lehet tekerni a fejüket. Én nem hiszem, hogy ez jó dolog. Egyébként nagyon sokszor így az arab országokra visszatérve, hogy kultúrák közötti különbség szerintem nagyon kemény. Tehát nem biztos, hogy ez jó dolog egy ilyenbe belebonyolódni. Nem. Tehát, egyáltalán nem. Láttam, nem kaptál még a Pétertől egy kétszemélyes Bianco csekket? Nem tudom, Tunéziába, hogy menjél a barátnőddel? Figyelj, én ott egy nagyon menő ott lennék, azt csak így mondom, neked voltam. Figyelj, azon téged a azonnal részen megvennének. Alkuttak rám pár tevér. Nem, én nem vágyom erre, megmondom őszintén, hát mindenki maga dönti el, hogy az persze életébe mit csinál egy fiatal, mondjuk, vagy nem fiatal, tök mindegy, egy független nő, de elég sok veszélyt hordoz szerintem magába. Volt egyébként erre egy marha jó film, amikor egy, nem tudom sajnos a címét, egy görög hajósba szeretett bele, aki ilyen kis turista hajóval vitte ki a hölgyeményeket, főleg a tengerre, és beleszeretett a nő a hajósba. Na aztán kiderült, hogy 87 nőnek csapja a szelet ugyanez a hajós, tehát hogy minden nap levágja ugyanazt a műsort a görög nagyon szép, izmos Jorgosz. De hát Istenem, hát az nem baj, hogyha van egy kaland, csak hogyha ebbe többet gondol egy nő, akkor van gond. Na de, igen, azért nem lehet, de azért nem lehet hibáztatni, de mert most az Anna szavaiból hibásan az jött hibás ki, hogy de, hogy igen, a magyar nő az hibás, mert itt van meg. De hibás azért, Feri, közben. Hát nyilván odamész és három nap alatt beleszeretsz egy egyiptomiba, egy tunéziaiba, és elhiszed, hogy egyébként ő is szerelmes beléd, nem tudtok egymásról semmit, meghív egy csomó dologra, aztán hazajön és hirtelen össze akar veled három nap alatt házasodni. Azért ehhez naívnak kell lenni. Abszolút így van, hát, meg utána. Cseke Katinka sztoria. Megérkezett Yusuf, hatalmas szerelem volt a tunéziai medence partján, iszonyatosokat hemperegtek a homokba, ugye, és aztán kiderült, ugye, hát ezzel a történet, hogy nem zárult így happy endem. Hogy azt hitte, hogy az első látás a szerelem miatt csúszott meg a medence partján, ez meg csak túl sok mosószert használ. Megérkezett Budapestre, egyébként ha van egy Cseke Katinka számunk, rácsöröketnénk, hogy mi a helyzet ők vele. Ők azért együtt voltak talán egy darabig, azt ne felejtsd el, azt szerintem az majdnem egy évig tartott, de nem vagyok annyira a Cseke Katinka életében otthonosan mozgó, de én úgy emlékszem, próbáltam utána járni, de az internet nem hozta be ezt az oldalt. De láttam egyszer egy német dokumentumfilmet, nagyon érdekes, mondanám a címét, de elfelejtettem, ami arról szól, hogy európai nők kijárnak Kenyába, és azzal ütik el az időt, hogy beleszeretnek afrikai, kenyai fiúkba, akiknek $20, $100 megveszik őket egy hétre. És ez egész szörnyen lélekromboló egyébként, de kenyai kalandunkban részt vett nők nyilatkoznak ebben a dokumentumfilmben, hogy ők mit kerestek ebben. És hát a kenyai férfiak azért elég jó testi adottságokkal vannak ugye megáldva, értitek nyilván, hogy mire gondolok, és erről igen, szól, hogy német, hatalmas a lábuk, igen, német, francia nők utaznak ki, és hát klasszik szexturizmus azért, hogy ott egy hétig beleszeressenek mondjuk egy kenyai pasiba. Így van, és a Robiba. Tessék? Nairobiba. Na jó, de ez... Beleszeressenek Nairobiba, és Robi pedig pénzt kap a kenyai nőktől, de itt legalább ez egy üzletszerű dolog, ki van mondva, hogy miről szól. Ez más, nem? Igen, de ez más, amit te mondasz, mert ugye itt fizet érte a csaj, tehát itt pontosan tudja azt, hogy egy szolgáltatás. Igen. Ennyi. Itt megveszi a fiúkat az a egy hétre, gáz, két hétre. És hát nem tudom, tehát, hogy ugye férfiak, amikor elmennek például Tájföldre, az a dolog, az hogyan van például? Ha már így visszakérdezik. Tehát, ha nők... Na de várjál, a kettő nem ugyanaz. Nem. Miért? Hogy Nairobiba mész egy feka fiúhoz $20? De igen, szerintem az ugyanaz. De tök ugyanaz. Most nem, csak egy mellékszál volt ez a kenyai vonal, ezt mint érdekesség akartam mondani. Itt ugye azért ne felejtsük el, hogy a magyar nők összeházasodnak ezekkel a férfiakkal. Vannak annyira naívak, hogy egyébként nem gondolják, hogy Yusufnak 45 másik tűzben tartott kis pálcácskája van egyébként, és 45 másik magyar nő van még.
és beleszeretnek egy álomba, egy illúzióba, egy érzelembe, ami egyébként nincs, csak azért projektálják bele, mert itthon mondjuk csalódtak a férfiakban, de nem, ez nem lehet őszinte, nyilván aztán 100-ból egy lehet, de hogy kiderül, nincs pontos adat, hogy a magyar nőket a hivatal szerint egyre inkább érinti ez a probléma, és már az Unióban is felhívták a nők figyelmét arra, hogy ne utazzanak ki, vagy ha kiutaznak, akkor ne létesítsenek szexuális kapcsolatot, vagy ha még ez is megtörténik, ne higgyenek az ígéreteknek, mert nem szól másról, mint a papírok megszerzéséről. Azért ez kicsit naívnak kell lenned. Hát abszolút nem? Így van, egyetértek, pláne egyébként, hogyha abból a közegből kiszakadsz, ami úgymond az illúzió, hogy te kim vagy, ugye nyaralsz, vagy telelsz, tök mindegy, egy olyan helyen vagy, ami nem egy hétköznapi állapot. Ezek a kapcsolatok általában a túlnyomó többsége, biztos van kivétel, nem bírják ki a hétköznapok. Tehát kiszakadsz abból a közegből, amiben vagy, és akkor onnantól kezdve ez a dolog halott. Tehát ha nem hozza a reggelit az ágyba a pincér, meg nincs a pálmafa, meg a csobogó tenger, meg a nem tudom én mi, akkor ezek a kapcsolatok van, hogy egyébként nem működnek. Akkor működik, mert egy olyan pillanatba kap el az életben. Ez egy álomvilág. Igen. Persze, mert hogyha aztán hazajönnek, és ne vegyék magukat, csak tényleg a példaképpen mondom, mit tudom, egy józsefvárosi bérház negyedik emeletén, tudod, egy ilyen izébe, egy ilyen szobakonyhás garzomba. Na most, hogyha majd ott kell átélned ugyanezeket a szerelmes, ugyanezeket a fantasztikus pillanatokat, ahol nincsenek pálmák, nincsen napsütésük, ahol nincsen, ahol nincsen fullos ellátás, hát ott nehezebb lesz már. Egyébként ügyesen csinálják, mert a lélektan az, hogy úgy kényeztetik a nőt, ahogy egy európai soha. Tehát hogy bánnak a férfiak sokszor a nőkkel, rondán beszélnek velük, nem elfelejtenek különböző dolgokat, nem éreztetik egy párkapcsolatot. Miért mondod, hogy rendszeresen viszek az a datóját? Igen. Jó, de te egy tunéziai kamál vagy. Aha, tehát, igen. Te vagy a magyar kamál. Hazamegyek. Na, mit hozott a te kis kifiseike? És miről szól? Kimennek ezek az érzelmileg kiszolgáltatott, csalódott, megsebzett nők, és látnak egy udvarjas, előzékeny, kedves, romantikus férfit, egy olyat, amit egyébként itthon nem kaptak meg, vagy hiányzott neki. Csak közben emögött aztán nyilván ott van az átverés, hogy ezek a férfiak se azért kedvesek, mert valójában fontos nekik a nő, csak hanem mert papírt akarnak, és a nő szegény pedig visszajön, és rájön, hogy Kamal egyébként eltűnt. És nincs. Vagy megtörtént a házasság, és utána fordult a dolog, Kamal azonnal váltott, és egy más férfi jön haza. És még örüljön, hogyha nem esett teherbe. Hát az meg a másik. Vagy nem kapott egyébként egy jó hepatitis B-t. Oh, Anna, ilyen a szerelmet, látod? És hova tudjuk ezt még fokozni? És ebben a pillanatban beütötte a legvaskosabb szöget. Miért kell ezt a szép történetet, ezt a hamupipőke sztorit, ezt, amit itt felépítettem, és már nők ezrei érted, foglalják az utat Tunéziába, hogy bali, ha ez van kint, akkor megyünk Tunéziába. Na, így van. Erre egy hepatitis B-vel fölébresztesz minket ebből a gyönyörű álomból. Van védőoltás. Van egyébként, van védőoltás. Na jó, szóval, hogy akkor nem hibásak ezek a nők, mondhatjuk, csak kiszolgáltatottak érzelmileg inkább, nem? Vagy hát, én szerintem kicsit naívak is. Kicsit naívak. Igen, is. Hát azért de hibásak szerintem, mert azért ezt, aki tényleg elhiszi 3 nappal, hogy ott elkezdi neked valaki csapni a szelet ilyen szinten, hát nem tudom, nem tudom. De figyelj, most te mondjuk egyedül vagy. Te mondjuk kalandra vágysz. Igen. Nincs Péter. Van egy barátnőd. És azt mondja, hogy befizettem a Yorgos Travelhez egy hetes tunéziai utat. Kimész, ledobod magad a medence partjára. Ledobom és a textilt. És jön Kamal. Ledobod a textilt, és jön Kamal. Kamal jó arc, Kamal illatos, Kamal udvarjas, nem akar semmit, érzed rajta, csak ott van, a 3. nap meghív egy italra, az 5. nap elvisz vacsorázni. Így van, bülbül szagú rózsának nevez. És kedveskedik, és romantikus. Hát nem mondd, hogy azért erre, ha mondjuk egyedül vagy, nem mondod azt, hogy ilyen kalandot nem, elutasítasz nem, azon. Nem. Tegyük fel, most ugye egy fikcióról beszélünk, hangsúlyozom, tegyük fel, elfogadom ezt, de én azt a helyén kezelem. Amikor kimegyek a bőröndömmel a repülőtérre, integetek a drága kis páromnak, akivel egyhetett lerúgdosod a lábadról. Adok egy csókot a homlokára, és soha többet nem fogom látni Kamalt. Francokat így kezeled a helyén, olyan szerelmes leszel, értem, mint egy tubarózsa. Nem, de lehet, hogy szerelmes leszek, lehet, hogy még a gépen azt mondja, hogy Istenem, Kamal, de nem, én nem fogok neki bedőlni. Egyébként most gondolkozom, ezen kicsit megértem ezeket a nőket. Tehát én azt gondolom,
hogy érzelmileg, ha kiszolgáltatott vagy, akkor baromire gyorsan bedőlsz egy udvarias, jóképű, egyébként jó udvarló. De dőljél be, csak kezeld a helyén. Pasinak, tehát, dőljél de be. Nem tudod, hát erről szól, hogy kicsit elhiszed, hogy ez valójában neked szól. Mert Kamál egy hét múlva érted, ír egy e-mailt, hogy Anna Kamál nagyon hiányzol, kedves Anna. Hogyan tudnánk megoldani, hogy mégiscsak együtt, érted? Tehát, hogy folytatódik a bombázás. Ez a probléma, nagyon jól mondott Feri, nem szabad kiadni a személyes adatokat. Érted, világos. Nincs e-mail cím és nincs telefonszám. A romantikus átverés egyik oldal egyébként az interneten való is, tehát az ismerkedés és a házasság, a másik pedig az internetes ismerkedés. Itt is Nigériából írogatnak nekünk. Hosszú, megtalálják azokat a nőket, csak néhány mondatban a másik oldal, akik társkereső oldalakon vannak fönt, fél éven keresztül, egy éven keresztül udvarolnak nekik, fűtik őket, szerelmet szőnek világhálón keresztül, semmi szex, nem gyanús a nőnek, hogy itt valami nem stimmel, és egyszer csak jön egy levél, hogy például a személy komoly autóbalesetet szenvedett, vagy ellopták a pénztárcájukat, utaljanak egy kis pénzt, repülőtéren elkeveredett a csomag, bajban vagyok, egy éve levelezünk, te tudsz nekem segíteni, és nők ezrei utalnak át 1000 eurót, 500 eurót, 200 eurót. Jó, az megint egyébként... mondhatok hozzá valamit, megint csak a naivság. Ilyen levelet úgy hidd el, én is kaptam. Kaptam még hozzá a Facebookon keresztül. Bizony, török még fényképet is küldött magáról a férfi ember. Na most következő, egy nagy dilit kíséretében az ilyen levelet törlöm. Nem, figyelj, nem mész be. De leveleztél ezzel előtt? De hogy leveleztem. Na jó, de itt egy évig építik a dolgot. Hát igen, akivel lehet építeni. Hát ez az, hogy erre válaszolnak csajok, meg küld magáról képet. Egyébként honnan tudod, hogy az ő, de oké, küld. És egyébként tényleg van, Balázs, az én ismerősém közül van, aki erre válaszolt. És úgy képzeld el, tényleg, hát kialakult, így ahogy mondod, kialakult köztük egy párbeszéd. Igen. Aha, na erre alapoznak. Abszolút ugye, erre. Ugye cingli nőkről van szó, így van. Tehát ez nagyon fontos. Így van, ő is. Jó. Egy cingli csaj. Megkérdezzük hallgatóinkat, hát ha volt ilyen, tényleg, aki vállalja ezt, elmeséli nekünk, vagy SMS-ben leírja a történetet, vagy bedőlt az internetes átverésnek, és egy párkapcsolatos oldalon ismerkedett, és egy év múlva mondjuk pénzt utalt, vagy kiment Tunéziába, jött Kamál, és az egész egy love story-nak indult, aztán szörnyű vége lett. Ebben szerintem egyébként semmi szégyelni való nincs. Nincs, meg hát, ha találunk egy olyan nőt, aki elmondja, hogy érzelmileg kiszolgáltatott volt, bedől, de átvágták. Meg mások okulására mindenképpen érdemes, meg hogy nehogy a mások is tényleg ugyanebbe a csapdába kerüljenek, amiben ti is voltatok. Hát nehogy aztán te kimenjél Tunéziába, ledobd a piros textilt, érted, és jöjjön Kamál. Baklavázunk, aztán érted. És azt igen. Valójában meg Kamál vagyok. Az sehol a szerelem. Gyanús igen. Egyébként nekem ez a téma, fiúk, na mindegy. Nem tervezünk közösen Tunéziába menni. Na, hát ha jelentkezik egy hallgató, jó, mi ebben bízunk, tényleg nem akarjuk elítélni, jelentkezzen, aki volt ilyen helyzetben. SMS számunk változatlan 06 745 00 00. Háros ugrásra is lehet jelentkezni, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Másfél hónapon keresztül élőben Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Gyerekek, meghalom is jobb kedvem van. Komolyan. Rádiótituá, és figyelj, bármit mond, nyilván semmi értelme, mindent és itt, visz. Ha ezt elsütném kint, maximum megvernének, mert tényleg csupán annyit értenének belőle zulu nyelven, de hogy szeretni való, az biztos, nem? Egyértelmű. Már a rádió titulá. A rádió, mondták neki, tedd bele a rádiót, akkor jó lesz, mondjál valamit. És ő mondta. Nem? Hát egy tündér. Komolyan mondom, imádom Pákot. Na, érdekes dolgokról beszélgetünk. Ugye nagyon nagy divat a romantikus átverés, ami arról szól, hogy hogyan próbálnak magyar és európai nőkből pénzt kiszedni. Két útja van, az egyik ugye az, hogy kimennek magyar nők többek között egyébként, és az Unióból még sokan mások, és áldozatai lesznek a nagy mennyasszony biznisznek, ami ugye arról szól, hogy kimész, ott beléd szeret Kamál, jönni akar, összeházasodtok, és aztán kiderül az egész egy nagy átverés volt, ő csak a házassági papírt akarta, mert számos más papírt könnyebben kap meg. Az átverés másik része pedig ugye a romantikus átverés, amely egy internetes csalás, és egy olyan virtuális kapcsolatot alakítanak ki veled, melyben a célszemély hát tulajdonképpen elhiszi, hogy a másik személy szerelmet táplál iránta, egy évig leveleznek, aztán az adott személy többek között gyorsan, mit tudom, bajba kerül, pénzt kell utalni, de addigra már nem gyanakszol, hiszen egy éve tart a levelezés. És vannak, akik áldozatai ennek a történetnek. Nagyon sok SMS-t kapunk, hogy kitől hogy próbáltak pénzt leszedni. Azt egyelőre kevesebben vállalják, hogy ők valójában kimentek mondjuk Tunéziába, Egyiptomba, és ott összejöttek Kamállal egy hétre, két hétre, és szerelem lett a dologból. Ezt egyelőre még nem vállalja nagyon senki.
Pedig ez egyébként az, amiről mi beszéltük, hogy éppenséggel ez bele is férhet, hogyha ott akkor repülőtéren, vagy az elutazáskor mielőtt felszáll az illető az autóbuszra, ez be is fejezik. Mert akkor nincsen belőle valószínűleg sérülés, később komoly lelkisérülés. Igen. Na nézzük egy-két SMS-t, hogy mik jöttek. Azt mondja, hogy 2 nappal ezelőtt én is kaptam egy levelet a Skype-on keresztül egy dubai bank dolgozójától, hogy örökölt. Örököltem, nem dőltem be, de érkezett már szerelmes levél is, hogy tetszem neki a fénykép alapján. Magányos lehet, aki ilyennek bedől, de megértem őket, ezt Adrien küldte nekünk. Ugye itt a hívósz a Dubaj és a bank. Hú, Dubaj, hát ott még az arany is platinából van. Írországi tengeri hajóssal levelezik a barátnőm. Most támadták meg őket a kalózok. Most támadták meg őket a kalózok, így a pénz is valamilyen módon és nagyon sürgetően szóba került. Egyelőre gyanús minden, de kíváncsiak vagyunk a tervre. Ezt Emi küldte nekünk. Csak tényleg tanulságos a műsor szerintem, hogy hány útja, módja van annak, hogy egy ártatlan naív emberből pénzt próbáljanak kicsalni. Szerintem egyébként a társkereső oldalakon kevesen gondolnak arra fél évvel, egy évvel a sztori után, a megismerkedés után, hogy ebből átverés lesz. Addigra már klappol minden. Hát jó, de az ennél, ez azért nagyon naivnak kell lenni, hogy tudod, hajós és akkor kalózok. Miért, Szomália mellett hajózunk. Aha, igen, űrhajós vagyok, nem tudok sajnos visszatérni, mert akkor lesz igazán. Nem tudom fölküldni nekem egy visszatérő kabin. Gyanús, hogyha azt kérik, hogy a Budaörsi úton egy postaládába tedd bele a pénzt, mert majd onnan megy ki Szomáliába, hagyjál már. Hát vagy egy Western Unióba, vagy valahol Latföld, tudod, és Szomáliába megkapják, igen. Na, itt van velünk Judit, aki Cipruson élt, és szerette a témához hozzászólni. Hello Judit, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello Judit, fú, de rosszul hallunk. Vezetsz, vagy mit csinálsz? Nem, kim vagyok az utcán, épp úton vagyok a munkahelyemre, és hallgatom közben a hallgatók. Te Cipruson éltél, ugye? Igen. Ott bizniszt csinálnak a házasságból, kimennek a magyar nők, általában dolgozni, és ajánlatokat kapnak a pakisztán és palesztin férfiaktól, vagy akár indiaiaktól, hogy 4000 euróért házasságot kössenek, nem kell velük együtt élni. Annyi a feltétel, hogy 2 évig legyenek házasok, és hogyha jönnek ilyen ellenőrzések, akkor csináljanak egy ilyen... Jó, de hát azért ez más, ez tiszta biznisz, tehát ott... Igen, ugye? Csak annyi a probléma, hogy 2 év után elválhatnak, de ez nem történik meg, így jön a buktató, hogy nem akarnak ezek az illetők elválni tőlük. Aha, és nem tudnak kilépni a házasságból. Igen, pontosan. És pakisztáni, palesztin férfiakról beszélünk, akik egyébként így házasodnak? Igen, legfőképpen igen, mert azok ott közel vannak a Szigetországhoz, át tudnak menni papírok nélkül, vagy akár ilyen ideglenes papírokkal, ott élnek, és akkor ilyen házassági szerződésekkel próbálnak bejutni Európába. És ha 2 év után ők elválnának, akkor vissza kéne menni Pakisztánba? Vagy miért nem akarnak el? Nem kéne visszamenniük, de így tartják sokban a nőket, akik ugyanígy tudnak további pénzeket visszakicsikarni, amit ők fizettek. Igen, nem is gondolná az ember tényleg, de a cikk alapján azért kiderül, hogy hány nő válik áldozattá, akik vagy összeházasodnak, vagy pénzt próbálnak belőlük kiszedni, vagy kicsikarnak az interneten. Igen, igen. Érdekes történetek ezek. Sajnos, azért tudom így elmondani. Ő össze is házasodott valakivel? Igen, és mai napig sem tudott elválni tőle. Atyaisten. Hát igen. Az kemény. Az kemény. És te mit csináltál Cipruson? A vendéglátásban dolgoztam több évig. De nem házasodtál? Nem, házasság között. Nem, ő közvetítette, igen. Te vitted ki a magyar nőket Ciprusra. Ciprusra házasodni. Na jól van, köszi, hogy elmondtad. Nincs. Sziasztok. Ciao, Judi. Hello. Egy ismerősöm amerikai katona mennyasszonya lett neten keresztül. Pénzt kért a srác, hogy ide tudjon utazni Magyarországra, majd a repülőtérre utazva autó balesete lett. A kórház küldött e-mailt a csajnak, hogy a barátja agyműtéten esett át, mindent fényképpel igazoltak. Az ismerősöm elhitte és totál magába zuhant. Arról nem szól az SMS, hogy utalt-e, de a cikkben egyébként tényleg benne van, hogy vagy elkeveredett csomagra hivatkozva kérnek pénzt, vagy balesetet szenvednek, és utaljál pénzt, te vagy az egyetlen segítség egy évvel az ismerkedés után. De ez már iszonyú egyetlen dolog. Igen, de persze. A másikkal szemben. Anna, nagyon szimpatikus a hangot, kérlek, vegyük fel a kapcsolatot, meg szeretnélek ismerni Jusuf Gábor. Jó. Igen.
Segítsetek, most is ismertem meg Anna hangját, de nem tudom elérni a telefonon. Kamal Tunicból. Kaptuk ezt is SMS-ben. Nem én éltem át, de egy ismerősömnek, aki elvált, udvarol a neten egy török illető. Nem ígér semmit, csak szerelmet val. Szegény kiutazott, hogy találkozzanak, aztán nem várta senki a reptéren. Komoly baj nem érte, de lehet, hogy ez is csak szerencse kérdése volt. Írja nekünk egy hallgatónk. Köszönjük szépen. Hát ott is érted, kiutazol egy ismeretlen emberhez Törökországban. Mennyire bátornak kell ehhez lenni, nem? Hogy ott vár majd valaki egy Ildikó táblával egy isztambuli reptéren. Azt se tudod, hova mész. De totál nonsens. Hát és ezért volt már egy-két hollywoodi film is erről a témáról, hogy mi történik azzal az európai nővel, vagy amerikai nővel, aki adott esetben beházasodik egy olyan családba, ahol azért hát másfajta szokások alapján élnek. Nagyok a kulturális szakadékok, hogy ilyen finoman fogalmazzunk. Igen. Nagyon kemény történetek vannak. Én nem tudom, hogy így, ha nő lennék egyáltalán, mernék-e kiutazni, vagy lennék-e annyira bátor, hogy így kimenje valakihez, nem? A egy szerelem repülőjére ülsz fel, könyörgöm, ne felejtsétek ennyi. Már el, hogy beleszerelmesedett a férfiba, bármit kér, azt megígéri a hapsi, nem drágám, nem te leszel a harmadik feleségem, hanem az első. Tehát mész, én értem, hogy persze, hogy mindig a racionális gondolkodást kéne elővenni. Ha szerelmes az ember, akkor eldob mindent, nem? Tehát, hogy én meg azért... egyébként is érted, hogyha most Balázs nő lenne, hát ez egy teljes Duna-Tisza köze, érted, a lábai előtt heverne, miért kéne már neki kimenni a Tuniszba, érted, póckod. Figyeld az SMS, nekem egyszer jelentkezett egy afrikai testvérem, állítólag ikrek vagyunk, ő 18, én 15 voltam, ő fekete, én fehér. Mondom, nem túl sok a közös dolog. Mondja, hogy ez nem baj, küldjek neki pénzt, hogy haza tudjon jönni. Na... Hát, azért ez is. Igen. Mondtam neki, majd küldök, azóta is küldöm, Mike írta nekünk hát az esetet. Nem építgette fél évig a sztorit. Hát most. Igen. A keresztanyám nyilatkozna, őt hívjátok, hát ha nektek sikerül lebeszélni az esküvőről. Nekem nem sikerült. A keresztmama kidobta magát egy tunéziai medence partjára, és megérkezett Kamal valószínűleg. Ja. Nincs már időnk, de szívesen lebeszélnénk, igen. Na jól elszúrtátok a frankobíznyákot, ezt Hamal küldte nekünk, köszönjük szépen. Kimentem Tunéziába, megismerkedtünk, hosszas ingázás lett a vége, és házasság, már itthon élünk. Na, a tessék. Több mint 8 év alatt szinte minden trükköt láttam, amit kint bevetnek. Jó. Ez jó, mert itt ugye van egy pozitív végkicsengés, nem? Anna, próbáljuk meg gyorsan fölhívni, hogy mit mond, jó? Csak 3 mondatban. 53 a vége, csak kíváncsi vagyok. Azt mondja, de ő is akkor ezért ment ki, vagy ő ott lett szerelmes, és neki mázlia volt, mert hogy nem volt akkor átverés a dologban. Nem egy szélhámossal jött össze, hanem tényleg szerelmes lett belé. Azt mondja, hogy sziasztok, Móni vagyok, csak addig egy másik SMS, nekem az ismerősömet fűzték be, és kérték meg a kezét egy fotóval, amin volt gyűrű meg rózsa, el se hitte, és meg volt sértődve, amikor mondtuk, hogy ez kamu. Utalt volna, de nem volt pénze. Jézus, hála Isten, atya úristen. Jézus, atya úristen. Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy sokszor olyan nőkről van szó, és nem akarom őket bántani, akik azért itthon nem azért nem találnak udvarlót, mert a személyiségük olyan, hanem mert egyszerűen nincsenek meg azok az adottságok, és ezek a sokszor talán kicsi rondább, vagy túlsúlyos nők kimennek, és ott olyan visszaigazolást kapnak, amit itthon sose kapnának. Igen, meg azért ezt is mondjuk ki, és egy álvalóságot kapnak kint, és abba szeretnek bele, mert itthon meg a kutya nem szól hozzájuk sokszor. Ez is igaz azért, ha kimondjuk, ha nem. Nem? Hát vagy sajnos úgy hozta az életük, hogy olyan férfiakkal kerültek össze, akik hát nem bántak velük kesztyűs kézzel ennyien szólva, vagy pedig nem tisztelték őket. Szóval sok csalódás van már mögöttük, lehet, hogy ezért kerestük egy másik helyen, egy másik kalandot. Igen. Na, van még a tunéziai sztorink? Feri, kérdezem, mit csinálsz, Anna, mit látsz? Semmit beszél, de úgy látom, hogy arabul, Yusuffal. Nincsen már, csak mondjon már valamit, dobjon már, vagy esemet. Beszél, tárcsáz, semmi. De elvesztettük Annát. Nem, nincs. Megvan, most van meg a telefonálunk. Itt van. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt! Hello, Mária? Igen. Na, te írtad nekünk az SMS-et, hogy kimentél Tunéziába, és hogy hosszas ingázás lett a vége, 8 év házasság, minden trükköt láttál, amit kint bevetnek. Igen, hát nem 8 év házasság, 8 éve ismerjük egymást, azért azt elmondom előjáróban, hogy mi nem azért mentünk ki, hogy ez egy teljesen random nyaralás volt, és ez a Yusuf, ez ott dolgozott a szállodába, ahol mi nyaraltunk. Igen. De most ez nem lett egyből. Pont ezek miatt, amiket már ti is elmondtatok, hogy kultúra különbség, mentalitásbeli különbség, távolság, stb. Mi az országot nagyon megszeretük, és többször visszajártunk, de ezzel a Yusuffal mindig találkoztunk. De csak ilyen publikus helyeken,
semmi egyebek, és egy év után adtam be a derekam. Hogy lehet, azért jártatok vissza, hogy már randizzatok, vagy egy év után mentél vissza, hogy akkor most már legyen valami, és randizzatok? Hát az egy év alatt többször, tehát ez azt hiszem a negyedik találkozás volt, amikor randi lett belőle. Aha. És hát lényegében onnantól kezdve együtt vagyunk, a megismerkedéstől kezdve majdnem 5 év telt el a házasságig, és újabb egy év a papírmunkákkal, amíg sikerült elintézni, hogy itt is legyen velem, és majdnem egy év, mire megtanultunk együtt élni, tehát ez a nyári szerelem és egyebek, ezek tényleg eléggé eltorzítják a valós életet, úgyhogy azért ezt meg kell tanulni. De azóta is együtt vagytok, hűséges, igen, működik a dolog. És tényleg, tényleg Jusufnak hívják? Valaki Jusufnak hívja őt a családból egyébként, de nem, ez az igazi neve. Hívjuk Kamálnak mondjuk, vagy mi az igazi neve? Hát azt most inkább nem mondanám, mert igencsak függünk a bevándorlásiaktól, meg egyebektől, tehát tart az ember pont ezek miatt a rém történetek miatt, amik egyébként 90%-ban valósak. De változtatni kellett egyébként az életmódotokon, vagy elsősorban a te életmódodon azért, hogy összesimuljatok, hogy legyenek közös kapcsolódási pontok, tehát például a svédasztalról lesztek reggeli, igen. Tartatok a nappaliban. Igen, tehát építettünk egy bárpultot, egy medencét, igen, tehát ezek igen. Igen, és kicsit fura volt a kecskékkel együtt aludni, igen. Figyelj, és igen, nem félsz attól, hogy lelép? Vagy nem félsz attól, hogy lelép? Vagy még ennyi idő után már nyilván nem, de azért az nem merült föl benned, hogy te is csak egy áldozat vagy, és azért kell lesz, hogy neki meglegyen a papír? Hát a legelején tartottam ettől. Tehát azért valljuk be, hogy aki nem tart ettől, az egy kicsit naív. Tehát valószínűleg igen, benne volt a pakliba, de én úgy voltam vele, hogy Ha engem akar, akkor engem akar, ha meg nem, akkor meg így jártam, volt egy boldog pár évem, amit én boldogan éltem meg, de hát nem akar elmenni az Istenekkel, úgyhogy... Most már engednéd? Ugrasz ki a nyulat a bokorból. Én megmondtam neki, akar menjen, de nem akar, úgyhogy... Nem, ugrasz ki a nyulat a bokorból, hogy miről szól ez a dolog, adj be egy kamuváló keresetet, mert ha nagyon kapaszkodik és nem akar elválni, akkor itt többről van szó, tehát provokálj egy vállat. Figyelj, mások, mint az európaiak, kedvesebbek? Mitől dőlnek be nekik a nők? Udvarjasabbak? Hát, jobban csapják a szelet? Három célcsoport van egyébként körülbelül, akikkel kint erőszeretettel vadásznak le. A 10 éves első egyedülnél halok tinédzserként csoport, akik még tényleg nagyon naívak és tényleg mindent elhisznek. Akkor a sok gyerekkel egyedül maradt elvált anyukánk. Illetve a klimax környéki, vagy azutáni nőiességüket még kicsit visszasíró, egyedülálló hölgyek. Tehát ők a legpotenciálisabb célpont. A mostanában egyébként leginkább tényleg interneten megy ez, és akkor amikor már kimegy, már a reptéren az újjára kerül a gyűrű. Tehát most ez a legjobb. És ezt honnan tudod, hogy Jusuf barátai ezt csinálják? Vagy Jusuf neked mesél arról, hogy egyébként képzeld el, Kamál, az öcsém talált egy francia nőt, és elvette 3 nap után. Tehát ezeket te honnan tudod? Hát én láttam is, tehát azért az tény is való, hogy az én párom se volt szent előtte. Tehát egy szállodában dolgozott. Azért ez szép, hogy ezt így bevállalod. Most mit szépítsek? Tehát attól, hogy nem látom be, attól ez még így volt. Tehát, igazad van, meg neked bejött és nem ment el, mondjuk valószínűleg azt tudja, hogy Észtországban van, ha nem talál ki az országunk. Igen, nem mert neki megmondani. De ugye és mit csinál itthon? Tessék? Ő mit csinál itthon? Most ide, magyar munkája lehet, munkahelyen dolgozik. Vendéglátásban dolgozik, de nem gíroszosnál, tehát nem gíroszosnál, hanem egy... Hagyjuk ezeket a rohadt előítéleteket, igen, falafel csinál valahol, igen. Megtanult magyarul? Nem, egy belvárosi felkapott helyen folyamatosan tanul, azzal kezdtük egyébként, amint, hogy ide került, beirattam a nyelviskolába, ameddig a papírai meg nem lettek. És olyan volt, hogy azért azon kaptad, hogy úgy néz más nőkre, mert azért a vérüket nem tudják meghazudtolni, csajozógépek, tényleg, tehát bennük van, az de nem minden, volt, hogy láttad, de hogy... minden pasi megfordul egy szép csaj után, tehát, de néha már csak én szólok, hogy nézd meg, az jól néz ki, tehát, tehát nálunk hát ebből nincsen gond. A gyerek is van? Rengeteg, még nincs, de már hamarosan, tehát úton van. Volt már olyan, hogy mondjuk egy... Mondjuk egy ilyen belső zsebébe találtál egy karikára felfűző 30-40 darab karika gyűrűt, vagy ilyesmi, amikor bele túrtál. Nem, ilyen még nem volt. Aha. De figyelek innentől kezdve. Na jó, hát rengeteg nő egyébként nagyon-nagyon-nagyon hamar bedő ezeknek, mert ezeknek a hatalmas barna szemeknek a méteres szempillákkal
Meg ez úgy kell elképzelni egyébként, hogyha kimegy egy nő, akkor nem egy YouTube találja be őket, hanem kb. 30-40, tehát ilyen versenyt csinálnak abból, hogy na most ki tudja levadászni. Érdekes. Persze, és te ott vagy nőként, és azt hiszed, hogy a Kánaánba érkeztél, itthon meg senki nem nyújt hozzád. Most nem rólad beszélek nyilván, hanem hogy azért ezek a nők nem mindig attraktívak. De ez így van. Az esetek 90%-ában sajnos ez így van. Jó, na maradj itt velünk játszani, ha már ennyit beszéltünk, jó? Jó. Jó? Van kedved egy hármasugrás játszani? Persze. Na, jó. Te mivel foglalkozol egyébként? Hát turizmusban dolgoztam nagyon sokáig. Csak aztán jött Jusuf és felhajtál. Turizmusban dolgoztál? Igen. Ennek több értelme van, vagy ez kétértelmű? Jó, hát, oké. Okay. Szállodaiparban dolgoztam külföldön is, itthon is, de ilyen, tehát recepció és egyebek. De amúgy közgazdász vagyok. Na jó van. Oké, belevágunk akkor, jó? Figyelj! Várj, az első gyorsan kicserélem, mert az mehemedes kérdés, az biztos. Figyelj! Így szól az első kérdés dedikált egér alátét, helyett dedikált nyakbalkasztóért. Igen. Melyik egykori popduós lágere a bolond, aki sír? TNT. TNT? Így van. Hol van most Kamál, őt nem tudjuk megszólaltatni egy hello erejéig? Vagy nincs ott valahol melletted? Vagy már dolgozik? Nem, nincs most itt. Nincs. Ja, bent lapul a konyhában, nehogy a bevándorlási nyugaton meghallja a hangját. nincs most itt. Oké, okay. Megyünk tovább, egy dedikált egér alátét a tét. Behetünk? Persze. Figyelj, ez rád is vonatkozhat. Hogy nevezi a néphagyomány a 60. házassági évfordulót? Milyen lakodalom? Azon van okozom, hogy ez már arany vagy patina. Igen. Patina, vagy fehér arany. Igen, vagy vörös higany. Hát a platinát felejtsd el, az biztos, hogy nem. Jó, hát akkor arany. Kizárásos alapot. Zsűl, ne tapsolj. Igen, Zsűl, nem. Nem tudjuk, hogy mivel álltak ott van a barátnő, de nem. Ez egy gyémánt lakodalom. Ez egy gyémánt lakodalom. Gyémánt, jó. Hát akkor gyémánt. Igen. A platinát nagyon szerettük. Igen. Mária, köszi, hogy elmondta, tetszett a történet. Igazán nincs mi. További szép napot nektek. Vigyázz magadra, üdvözöljük Kamal. Ciao. Átadom, sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jó van, 9 óra múlt pontosan 1 perccel, reméljük, hogy jövendőbeli áldozataink tanultak ebből a fél órából, szerintem érdekes volt. Egyébként 9 óra múlt 1 perccel jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a Kassa TV-vel a hírek után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett hangzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 4:10 van, pontosan szép reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatóknak, üdvözöljük a stúdióban a kollégákat, hello Peti, hello Gyugyó, szevasztok, mi látunk benneteket. Sziasztok! Hello Tibi, rögtön veled is foglalkozunk, de olyan jó, hát sosem gondolta volna az ember, hogy amikor... Hogy örülni fog a Petinek. Amikor a hazai arcokat látunk, akkor tényleg elfogy a hombágy, és nem az jut eszünkbe, hogy úristen, még nem akarunk hazamenni hetekig, hanem egyszerűen jó a kollégákat látni, ugye Skype kapcsolaton keresztül látjuk, hogy mi történik a pesti stúdióban, jönnek, mennek, beintegetnek, beköszönnek, és döbbenetes, hogy még a programigazgatónknak is tudtunk örülni. Nagyon jó. Tényleg. És hogy Gyula nem változott semmit, hogy ugyanaz az aggodalom van az arcán, mint ami itt volt. Igen, Gyula, mi technikai igazgatónk, aki bonyolítja ezt az adást hol onnan, hol innen, több más ember segítségével nyilván, úgyhogy igen, de jó látni egyszerűen, jó látni a magyar kollégákat. Na, nézzük gyorsan még Tibi előtt, mi a helyzet az utakon. Trafi az M7-esen a 145-ös kilométernél Kanizsa felé, ezt Frenki küldte nekünk. Aztán sárgán villognak a lámpák,
és bocsánat, csak jön vissza a mangó. A ködi... nem áll, kényleg! Ne haragudjatok, már én se kívánom, annyit tettem belőle az elő. A köd nehezíti a közlekedést, nagy medve küldte nekünk, ez Győrben van egyébként, a Tihanyi út és az Igeti út kereszteződésében, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. Harmadik kerület trafiznak az Árpád fejedelem útján a MOL kút előtt, vigyázzatok, 13. kerület Váci út 62 előtt szintén trafi, a kifelé haladókat mérik ma reggel. És csak hogy milyen jó, hogy foglalkoztunk ezzel a témával, gyorsan egy hozzászólás. Köszönöm, srácok, anyám most akart utalni 180 USA dollárt, senki nem tudta meggyőzni arról, hogy ne tegye, egy szélhámos zaklatja, aki naponta ír neki e-mailt, és nagyon szerelmes belé. Sok pénze van, több 100 000 dollár, és mégis pénzt kér, a műsorotok meggyőzte anyámat, és elhiszi, hogy csalás áldozata lett, még egyszer köszi, ne hívjatok vissza. Már megérte. Tehát mama éppen már tenyerelt az Enter gombon, hogy elutaljon ennek a hányatos sorsú fiatalembernek 180 dollárt, de megmentettük. Na, kedv van, ez pedig csak egyet jelenthet még hozzá azt, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Wow, kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Hey! Tibi! 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 Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Hello, Tibi! Na, hogy van. Nagyon jó. Figyelj, de ti nagyon sajnáltatjátok magatokat, hogy ilyen őrült lemondásban éltek. Jól látom, hogy egy büdös nagy croissant van a képen ott előttetek? Nem. Talán illatosnak neveznénk inkább, nem, de egyébként tényleg. Akkora croissant, mint egy csecsemőfej. Elmondom, miről van szó röviden. Zsülnek és Lacinak tegnap át kellett költözni a másik szállodába. Ennek nyomos okai voltak, megugrottuk ezt a dolgot, átköltöztek. Itt örjöngtek itt éjjel, nappal, főleg Zsül értenetetőle. Be nem állt a szája, kiköltöztetik őket egy másik szállodába, és mit csinál a prosztó magyar? Mit csinál? Lemegy az étterembe, jó, megpakol egy tányért, és hoz az éhező haverjainak. Így van. Mert ők nem mehetnek le az étterembe kajálni. Lementem, és szörnyen szégyeltem magam, mert én vagyok az, aki mindig bántja azon embereket, akik egyébként 10-kor egy svédasztalról úgy állnak föl, hogy fölcsepésznek kaját a szállodába, mert félnek, hogy délig ugye éhe halnak. Most ezt én is eljátszottam, lesütött szemekkel hoztam kaját a kollégáknak, és megpakoltam egy ilyen gyümölcsös tálat, majd lifttel elhagytam az éttermet. Szörnyen kellemetlen. Tehát az a gázben érted, hogy nem is szólt. Tehát, hogyha láttam, hogy elsonfordál valamerre, hogy picit éreztem, hogy valami kis izé kommandózás, valami kis partizán akció van a dologban, mert ha tudom, akkor odaszaladok a korláton, azt lekiabálok neki, két tükör tojást is hozzál! Szóval, hogyha egy afrikai szállodában egyszer véletlenül odavetődnék, és látnám magyarul a Bécsben elhíresült mondatot, látnám magyarul a szállodában, hogy magyarok, ne lopjatok. Ez most miattam van, mert nem hagyhattam, hogy Laci és Zsüli 11 óráig éhezem, mert ugye nálunk már ugye, tulajdonképpen 4:11, ezért loptam nekik reggelit az étteremből. Lekommandoztam. Lopod a croissantot. A croissantot meg egy kis szárított mangót, igen. Na, viszont azt akartam mondani, hogy Ferivel baromire együtt érzünk veletek. Tehát, nagyon nehéz itthon. És megmondom őszintén, hogy eluralkodott rajtunk a bajtársiasság, és úgy döntöttünk, hogy nem akarunk semmi olyat, ami nektek se lehet. Tehát mi is elkezdtünk úgy élni, mint ti, tehát azt akarjuk, hogy teljesen ugyanúgy legyen. Semmi olyan nem kell, ami nekik se lehet, így beköltöztünk a Four Seasons-be, és beköltöztünk, és az elnöki lakosztályban tengetjük most napjainkat, nem könnyű. Nem, tehát most mi is próbálunk úgy élni. Hát itt a büfé szendvicset azt most már nem esszük meg, mi is csak a tükörtojás és a szárított mangó. Nekem is van egy fekete bejárónőm, aki reggel süti a tükörtojást. Tehát teljesen ráálltam arra, hogy ahogy ti éltek. Nehéz. Higgyétek el, itt is nagyon szörnyű, minden nap új ágynemű, tiszta szoba, tiszta törölköző. Én nem engedem be őket. Jó, Jó, kirakott egy ilyen rendőrségi vonalat, hogy ne lépj át a vonalat, mert itt helyszínen folyik. Szereztem egy kis a piros festéket, beletegyereltem, és megfogtam vele az ajtót. Gyerekek, kövezetek riasztó meg. Legyen. Kövezetek meg. Én minden reggel úgy jövök a rádióműsort, hogy egy kicsit összetúrom az ágyneműt, ledobálok egy-két törölközőt, ledobálom a földre a nadrágomat, mert tudom, hogy mire visszamegyek a szobába, úgy is megcsinálják. És ezt én kicsit élvezem. Figyelj, én nem szeretem, hogy bejönnek oda, becipelik a port, a kosztért, hogy cipelnek, takarítónő, tiszta ágynemű, rend van, nem kell rendet rakni.
látni. Gyerekek, egy ideig ezért jó ez a szállodázás. Mondjad? De ott nincsen ilyen, nincsenek ilyen elrettentő dolgok. Tehát ahol én voltam eddig szállodában, ott mindig az volt, hogy tényleg csak akkor dobla a töröl között, ha már tényleg mocskos, mert hogyha kettőnél többször ledobod, akkor belepusztul valamilyen palackorú delfinfaj. De ez ki van írva, hogy, csak hogy vigyázzunk a törölközőre, és hogy igen, hogyha ledobjuk, ez annak számít, akkor ők kicserélik. Na most nálam minden törölközőt a földön találnak meg, mert én egy törölközőre lépek ki, a másik törölközőbe törlöm a hajam, és a harmadik törölközőbe törölközöm egyébként. De elloptak tőlem 1600 rant, úgyhogy kicsit úgy érzem, hogy egyébként nem baj. De visszakerült. Ez most benne van, visszakerült. Akkor is, de bűnhődjenek. Mi a lopásért? Ezért most életük végig most fognak. Ez nem szép dolog. Képzeld el, hogy minden második nap egyébként nyitva van a széfem, és nem hiányzik belőle semmi. És eltűnt 1600 rand. Aztán visszaadták délután egy borítékba. De nem lehet, hogy csak az van, hogy van egyfajta ilyen szép portalanítás belülről is, amiről te nem tudsz, ez egy ilyen... Furamod, nem tudom, mindig keresnek valamit a széfemben, mert nincs bennem csak egy régi mobiltelefon, egy útlevél, meg egy repülőjegy egyébként, de hogy ez két naponta ki van nyitva nálam. Úgyhogy teszek most valamit csalit oda, hogy hátha le tudom őket buktatni. Nálam is eltűnt egyébként fél pár szürke zokni. Nem örülök neki. Tényleg nem. Jó, megértem. Mondjuk az egy pervers tolvaj lehet, nem? Akinek egy ilyen fél pár koszos szürkezokni kell. Figyelj már, nem változt, nem raktuk be a jó kis alázenénket. Rájöttem, miért nincs ezeknek honvágya. Figyeld meg! Igen, tök igazad van egyébként. Tökéletesen igazad van, mert ha én ezt meghallom bárhol, már megyek is haza. Ugye rögtön honvágyad, ez azon az, hogy várjál, még mondani akartam valamit, de találtam nektek egy kincset, ezt muszáj még itt a felvezetésbe elsüssem, mert te nyomod most az Instát, Balázs, ezt építgeted az Instagramot? Oh, persze. Ne viccelj, az Instagramos barátaimmal már lassan 12 000-en vagyunk, új fotó került föl, Jani logo zokniai után, Jani a mosdóban most című kép van. Már fönn van? Jani pólói áznak a szállodai mosdóban. Ajánlom mindenki figyelmébe, aki érzékenyen reagál ezekre a képekre. Instázunk, hogyne, nagy örökkel. Igen, hetente egy kép. Ugyanis megtaláltam most azt az oldalt, ami nagyon csúnyán meg fog téged szorongatni, tehát köst föl a gatyádat, Balázsot Afrikában. A világ legindokolatlanabb Facebook oldalát találtam, meg kérlek, hogy csekkoljátok, most miközben mondom. A következő az oldal. Minden nap ugyanaz a fotó Zámbó Árpiról. Ez az oldal neve. Üsd be, Facebookozd ki. Én tegnap találtam meg, tegnap 12 000-en voltak rajta, én megosztottam, azóta 14 000-en vannak. Annyiról szól az oldal, de most ezt hagyom, hogy te fejtsd ki. Nézd meg, minden nap ugyanaz a fotó Zámbó Árpiról, ez egy Facebook oldal, ami sikeres. Megvan, srácok? Minden nap ugyanaz a kép Zámbó Árpiról, hogyne? Megvan. Na. Mondd el, hogy mit lát. És minden nap ugyanaz a kép Zámbó Árpiról, 14 197-en követik, és basszus, minden nap ugyanaz a kép van. Végre egy oldal, ami azt nyújtja, amit kínál. Hajam hosszú, szemem ragyog, ha kerestek, Árpi vagyok. ez a felirat, és Zámbó Árpi dohányzik. Az ember a stílusa tekintet. Döbeledes zakóval rajta, döbeletes ing, és ezek a képek átszínezve, kéken, fekete-fehéren, megfordítva, fejjel lefelé, kifordítva. Mindig mindig egy picikét más üzenet van hozzá mellékelve, de az a lényeg, hogy mindig Zámbó Árpi állott, aki decensen dohányzik valami kirakat előtt, és egy fotó minden nap kirakva, és különböző üzenetek, kicsit más színnel, kicsit megforgatva, és ez egy Facebook oldal 14 000 követővel. Figyelj, kinyírom. Végre valami, ami nem öncélú, amiben van értelem, tartalom. Nekem ezt tetsz. Csak az ilyen dolgokat keresem az interneten, mert ezeken szívből tudok röhögni. Engem ez szórakoztat. Minden nap ugyanaz a kép Zámbó Árpiról. Na csak mondom nektek, igen, hogy túlmentek ezen már, van ugyanilyen kiszeltündés is. Nem igaz. De aztán többet most kikérem nem találok. Kikérem magamnak, hogy rólam még nincs ilyen oldal. Komolyan mondom. Már csináljuk. Minden nap ugyanaz a kép Sebestyén Balázsról. Már csinálom. Regisztrál. Új regisztráció. Személyes adatlap. Figyelj, sírok, jó, nem jó, nagy? Nagyon nagy, óriási. Jó, egy ilyet, amit kim vagy, nyomhatok rólad? Egy ilyen minden nap ugyanaz a kép Sebestyén Balázsról? Persze, de tedd fel azt, amikor a Rózsa Gyurinál tapsoltunk a izékébe. Vágj ki azt a képet, az a 10-20 éves, amikor ott voltunk a leglegbe. No jó, figyelj, 14 000 követőből 2000-et én húztam, úgyhogy szívesen, srácok. Tehát a tegnap még 12 000 volt, nagyon szívesen. Most szerintem egy 5 000-et még ti most adásból rádobtok. Mindenki lájkolja, ugyanaz a fotó Zámbó Árpiról. De nem Zámbó Árpi fotójának a népszerűsége az, ami ma reggel böki a csőről.
ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Most nézem egyébként, Balázs, hogy, hogy rajongói oldalad neked van egyébként. 25 ezer. Van 25 ezer követőd. Igen, ott kicsajozik. Azt nem tudom, de hát remélem, hogy diszkréten csinálja, és normálisan, és nem hoz szégyent rám. Figyelj, nem tudom ki, azért azonnal átveszem. Bocs, lányok, ma ennyit el lett. Hallod, hát ez a Balázs akkora csalódás volt. Azért az nagyon kem. Sebestyén Balázs official, hivatalos oldal 25 ezer követővel. Ne szívassál. Mik vannak rajta? Várj, mindjárt bele lépek. Hát ez ne hülyeskedj, Balázs, ilyen menő. Figyelj, az a baj egyébként ezekkel az egész, az ilyen jellegű oldalakkal, semmit nem tetsz elők. Ez égvilágon semmit. Várjál, Sebestyén Balázs. Jelented az oldalt, mert hogy mondjuk így a tartalom téged zavar, vagy a valótlanságokat tartalmaz, de ez az égvilágon semmi. 26.700 követő. Balázs, ilyen menő vagy. Hát ez nem túl sok. Az igen, Charlie a papagáj. Nem az, Charlie-nak már 90.000 van. Na mindegy, hagyjuk is. Jó, figyelj. Mibe kell a csőrödet? Megmondom őszintén, most egy rendhagyó böki a csőrömmel szeretnék jönni, mert úgy érzem, hogy az elmúlt... egy évben engem rengeteg igazságtalanság ért ebben a rovatban, rengeteg fájdalom, megszégyenülés, baj, bántás, és ilyenkor az ember, hogyha ilyenfajta jogsérelem éri, akkor mindig van lehetősége felülvizsgálatot kérni, igaz? Igen, ez így van. Ugye ilyenkor ugye el lehet menni, én most azt szeretném, hogy mondjuk elviszek most egy vagy két böki a csőrmet Brüsszelbe, Brüsszel jelen esetben Vadon Janit takarja, aki... Szerintem itt hagyd abba, elbuktam. Nem, a Jani, akinek kedvéért tökéletesen fejlesztettem a rizskók sütési főzési tudásomat, ő ezt tudni fogja. Szeretnék felülbíráltatni Jani bíró úrral kettő böki a csőrömet, amit úgy érzem, hogy igazságtalanul vettetek el tőlem. Vagy vett el tőlem Balázs, az igazságtalan. Egy élő ismétlést hallunk? Ismétlünk egy olyat, amit élőben ismétlünk? Újra elbírálásra hoztam valamit, amit szerintem jogtalanul vettetek el, és hogy itt vagyunk, tárgyaljuk meg, csak most az ítélet ne te hozz meg, hanem hozza meg Jani, az igazságos. Brüsszelben. Már, de nem Jani jó, mert mányalsz. Tehát mányalsz a Jani felé, nem. És a Balázst ugyanakkor meg... Hadd nyaljon már, most mi akkor van? Nem igaz, a nyalás az tőlem... Hadd nyaljon már nekem is valaki. A nyalás tőlem távol áll, hadd beszélgessek most egy picikét magas jóképű barátommal. Hosszú hajába tép a szél. Na, hogy kettő ilyen volt, ami nagyon bánt. Az egyik, elmondom miért, az egyik, ami jogtalanul közben mindenki zabál, nálatok, egyfőtában valaki benyúl a képen. Hogy az egyik, ami jogtalanul lett elvéve, az a mindenkit zavaró fűzfa pöszmösz. Nagyon bánt. A mai napig ébredek úgy, hogy sírva fűzfa, azt mondom, hogy a mindenbe belehulló, allergiát okozó, Kanadából betelepített, vagy nem tudom mi, nyárfa vagy fűzfa, vagy nem tudom mi volt. Meg nyárfa volt? Nyárfa. Igen, most kettőnk pöszmösz. Közül egyébként Bali érintettebb ebben a dologban, mert nekem olyan szépen kitisztultak itt az orrjárataim, hogy az hihetetlen, nem érzek semmiféle allergiás megbetegedést, vagy allergiás tünetet, viszont a Bali elég sűrűn tüsszög mostanában. Na de hogy igen. Ez az egyik, amit a Balázs elvett. Okay. Mi a másik? Szemét vagy, Jani. De ez egyik, amit a Balázs elvett tőlem, pedig azt mondta az indoklásban, hogy igaz, hogy ezt a nyárfa fehér pöszmözt senki sem szereti, de nem adja meg. Csak azért, mert én hoztam. Uh-huh. Jani, mit érzel? Szemét. Ez egy aljas dolog volt, és ténylegesen szerintem el kell menni Brüsszelig, Hágáig, a jóistenig, a Vatikánig, öcsém. Na jó. Nem értem a felülbírálás. Azért, mert nincs új, vagy ennyire bánt, és ezek ilyen neuralgikus pontok, hogy ezeket tárgyaljuk, nyissuk meg újra ezeket a fejezeteket. Így van, én úgy éreztem, hogy most egyszer adok magamnak egy lehetőséget, hogy kettő olyat ami engem bántott, azt visszahozom most még egyszer. Most hozzuk az ítéletet, vagy a kettő után két ítéletet akarsz? Vagy most jön az ítélet, hogy felülbíráltuk-e Brüsszel hatására az ítéletet? Ne te bírált fölül. Ja. Majd csak Jani egyszer meg... menje le ugyanaz a szignál, így érti valami. Jó, akkor Jani másik, van gomb, másik, nyomni. A másik, hogy ne lenne. Igen. A másik, amit elvettetek tőlem, és igazam volt, az a kanyarodó zöld. Ott a Balázs egy ilyen, ott valamilyen álszent pirulát azt mondta, hogy én nekem fékeznem kell, és lassan kell menjek. Úgyhogy a kanyarodó zöld minden figyelmeztetés nélkül a kiegészítő zöld lámpa egyszer csak elalszik.
ugye semmilyen, se villogást nincs, se vissza nem számol, egyszer csak paf, elalszik, és abban a pillanatban te a piroson mentél át. Nem, sajnos ebben, tehát a másikban még esetleg vitatkozhatunk egymással, meg úgy felülbíráltjuk, de mivel mostanában elég sokat ülök Balázs mellett, és megmondom őszintén, egy kicsit hatással kerültem, és pozitív értelemben gyakorlatilag rajongói szintre kerültem, az ő vezetés és stílusával kapcsolatban nagyon sok időt spórol meg nekünk, hogy is mondjam, csak a flexibilitásával, illetve a rugalmasságával kezelíteni viszonyokat. Így ebben a dologban nem állhatok tibbe a pártodra. Ez egy másik ország, másféle kultúra, másféle vezetési stílus, és ez a vezetési stílus az maximálisan idomult Balázs, sőt már formája is. Szemetek vagytok, de nem erről beszélek, arról, az annó nem adtátok meg, és igazam van, és dühöngök nap, mint nap eszembe jut rosszabb tőle az életem. Hogy a kanyarodó zöldben mész, konkrétan a Hősök terénél van egy, mész, gyanútlanul, egyszer csak elalszik, és abban a pillanatban te a piroson mész át, úgyhogy előtte közelíted meg normális, megengedett sebességgel. Ez tényleg egy létező baromság szerintem. Volt itt a vita, mi mit mondtunk? Azt mondtad, hogy menjél lassan, hogyha piros van, álljál meg. Mondtad te, és nem adtad meg a csörbökést, miközben, hogyha mész mondjuk 50-nel, vagy nem tudom, megengedett sebességgel, és egyszer csak minden figyelmeztetés nélkül kialszik egy lámpa, arra neked nincsen semmilyen időd reagálni. Tehát ez egy tényleg idegesítő dolog, és tényleg azt gondolom, hogy ha legalább hármat villan, akkor tudod, hogy mindjárt el fog aludni. Én pont a hősökön... Akkor te még nem mentél át egy Nelspruiti zebrán, mert hogy mi ugye megosztottuk a kedves hallgatóink egy pár hét előtt, ezelőtt azt a nagyon érdekes tényt, amit azóta naponta élünk át, hogy gyakorlatilag sprinterként, de egy ilyen 60-as, 100-as vágtázóként kell odaállnunk térdelő rajtban a zebrához, mert ahogy zöldre vált a lámpa, abban a pillanatban elrajtolsz, és már piros. Tehát gyakorlatilag képtelen vagy átérni, nem tudsz átérni. Tehát, hogyha mondjuk az otthoni viszonyokkal hasonlítom össze az ittenieket, akkor neked egyáltalán nincs okot panaszra. Azt gondolom, hogy most megyek és győzelmi tort ülök a mind a két témát. Szóljatok a végeszetet. Megyek és győzelmi tort ülök a brüsszeli ötletem fölött. Ne húzzuk tovább az időt, igazából ez egy kettesre adható lett volna az értékeljük, de csak azért, hogy ne hívogass minket, viszont mind a kettő ismétlés szagú volt, ezért... Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörgökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz, holnap már nem kell jönnöd. És Tibi külön köszöni a Janinak, hogy mellette állt a témában. Jani, köszönjük Brüsszelnek, balról köszönjük Jani, szépen Brüsszelnek. Jani. Nagyon szívesen, rám mindig számíthat. Ahogy te támogatsz, Jani, nagyon kevesen támogatnak úgy. Tehát figyelj, tehát, hogy ezt annyira jó kijátszottuk, ezt a jó zsarú, rossz zsarú dolgot, hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy nem? Már majdnem benyaltam, hogy valójában nem arról van szó, hogy nem jutott eszetek be új, vagy eszembe új, hanem arról, hogy te tényleg be akartál hozni két régit. Értem én? Én. Mit csinálják? 5 perc a behozok két régit. Ezt a fűszt a nyárfa pöszmösznél is elsütött, hogy rohangáztam az utcán, néztem a fákat, hogy mi ugrik be róla, és behozom. Te szemétládat, nem így, nem. Hát figyelj, ez egy koncepciózus dolog volt, de köszönöm, hogy mellettem álltok. Na, de hát már 3:30, hát nem sokára jönnek a nap legjobb pillanatai. Hát itt mindenféle ismételt dolgokat hallunk a csörbökésről. Hát csak nem azért húzod ennyire az időt, és beszélsz ilyen sokat teljesen partalanul és értelmetlenül. Mert azt gondolhatom emiatt, hogy esetleg nincs a témád. De van! De jó, vaús, és nem csak rizsa. Szemény. Hihetetlen. Na, mivel készültél? Építem a csávot, és így le volt. Nem vagyok egy nagy vásárlós, és ki fog derülni ez is hamarosan, hogy kamu, amivel felvezetem, de mondjuk legyen az, hogy vettem a páromnak egy hajsütővasat. Ó. Jó ember vagyok. Hát ez már érdekel. Jó ember vagy. Ha vágyott rá, és szeretett volna, és ezt te megvetted, és ezt kipuhatoltad ezen vágyát, akkor te jó ember vagy. Ez a karácsony ajándéka, csak még később fogja megkapni, de remélem, hogy majd meg fog lepedni. Szerint nem minket hallgat. De elolvastam, én nem vagyok ti egyébként, mennyire vagytok használati utasítás olvasók? Tehát ha vesztek valamit, akkor szeretitek felfedezni magatok, vagy elolvassátok részletesen mindig, hogy mi van a kis izébe. Jani, arra tippelek, hogy te nagyon bújod. Srácok, maximálisan. Meg elolvasom, egyszer, kétszer, háromszor megtanulom, bebiflázom, oda-vissza fújom az egészet, én nem akarok lukra futni. Jani vesz egy videokamerát, másfél évig csak a használati utasítást olvasgatja, úgyhogy a videokamera még nincs kibontva, és amikor mindent megtanul, tudja németül, arabul és busman nyelven, akkor hozzányúl a videokamerához. Nekem volt azért annak idén egy elég keserves élményem egy mosógéppel kapcsolatban, amiket ugye úgy szállítanak, hogy a dobjukat egy ilyen kis újnyi vastag, ilyen fémrúddal lezárják, hogy ne tudjon elforogni, és azt ki kell venni, mielőtt elindítod a mosógép. Szerintetek? Nézd már, anyuk nem forog a centrifuga a rohadt életben, olyan bűnös ez a mosógép. Azt lehet a utasítást, törölj ki vele!
Igen, első így mondat, ami hozzá, vegye ki a rudat a dobból. Na mindjárt megyünk tovább a személyes élményekkel. A hajsütővason egyébként a következő felirat állt, halál konkrétan, ne dugja semmilyen testnyílásba. Finom, nem? Hát nézd, hát aha. Ez mondjuk ez elég, ez benne van tényleg hát, a leírás. Ez halál, Franko, benne van, van, ne dugja és semmilyen. És mitől tartasz, hogy nem fog neki örülni? Kicsit tudom, hogy mit akartál. Tehát bogaram, ez csak egy hajsütő. Sajnos találtam egy apró betűst, bocs. Jó. Ez érdekes, hogy ezt egyébként beírták, igen. Abszolút. Nézzek, egy csomót kiírtam egyébként, mert rengeteg ilyen baromság van, ami használati utasításban tök frankon benne van. Annak idején például gyógyszerem volt, például mellékhatásként, ez csak egy kicsi kitérő. Halál. Nem, benne volt az izére, hogy elolvastam az altatónak a mellékhatást, repülőn akartam bevenni, ezt talán meséltem is nektek, repülőn akartam bevenni, és a mellékhatások közül elsőként volt kiemelve, hogy álmatlanságot okoz. Még mellé volt ilyen írva, hogy másokkal meg nem osztott tévképzetek törhetnek rád, meg nem tudom. Mondod, marha jó, nem? Hogy egy ilyen 10 kilométer magasan valami óceán fölött közepén ott neked ilyen Christina Aguilera megjelenik az ablakba, és elkezdesz ott vele csetelni valami, nem tudom. Tehát az egy elég finom, nem? Na, de itt van a maga is látja a pilóta balvállán a dökkese lyüke. Na, nem, de itt van egy pár, kigyűjtöttem egy párat, hogy mik vannak valóban használati utasításokon, mik szerepelnek. Fürdőkád, ilyen tisztítószerem, a következő. A legjobb eredményt kezdje tiszta fürdőkáddal. Ez jó, óriási. Atya Isten. Öngyújtón, vigyázat, tartalma gyúlékony. Se sose gondolnád, nem? Te jó ég. Egy doboz szögön. Vigyázat, ne nyelje le a szögeket, irritálhatják a szervezetet. Ha csak nincs túl gyomorsabb túltengése, mert akkor megoldódik. Nagyon nagy. Ezek tényleg igen? Rajta vannak. Címke hajszárítón, tényleg rajta van. Én magam láttam. Ne szárítsa a haját álmában. Aha. Pedig hát akkor reggelre pont kész volna, nem? Igen, igen. Hát ezt úgy lehet mondjuk kisakkozni, hogy a konvektorhoz húzod szerintem a fejedet. Szerintem megdöbbennénk, hogyha kiderülne, hogy ezen mondatok sokszor nyilván azért kerülnek mert rá, volt egy ilyen. Mert volt egy ilyen. Vagy hatóságilag kötelező a mondat, vagy valójában valaki tényleg elaludt úgy, hogy szárította a haját, letette maga mellé, és mondjuk meggyulladt. Vagy lenyelte a szöget, vagy kádban szárította a haját, mert nem tudta a hülye, hogy megrázza az áramban mondjuk beleesik. Tehát szerintem egy csomó minden megtörtént, és már önmagukat védve teszik rá ezeket a mondatokat. Hát emlékeztek a mikros sztorira, azzal Amerikában pert is nyert a nő, aki hát igen, de hogy tényleg berakta a kutyáját szárítani, nem volt ugyanis ráírva. Na, azóta ráírják. De egyébként vannak... Nagyon sok ilyen per van Amerikában, Mekiben ugye bepereltek, például valakit, mert a forró csokira nem volt ráírva, leforrázta magát, megnyerte a pert, még Amerikában minden hülyeséggel pert nyert, de hogy igen, ezek ellen már nagyon védekeznek, nagyon figyelnek. Tisztítószerekből van kettő barom jó, szőnyeg tisztítóra rá van írva, biztonságos, szőnyegre is. Megnyugtató. Megnyugtató mindenféleképpen, igen. Vegyi tisztítószer, használható háziállatok körül, ne permetezze egyenesen a háziállatokra. Hát a koszos a kutyád, a koszos. Ez jogos. Na itt van egy picit egy ilyen túlzott óvatosság szerintem, de finom. Köhögés elleni csecsemőgyógyszerem áll a következő felirat. Vigyázat, álmosságot okozhat, használat után ne irányítson gépjárművet, vagy nehéz gépeket. Bennire is mindig rá kell szólni egyébként, hogy üljen át a hátsó ülésre, mert nagyon, nagyon szemtelen mindig beül vezetni. Jó, gyerekkocsin, szintén finom figyelmeztetés, de tényleg mind frankó és mind rajta van. Vegye ki a gyereket, mielőtt összehajtaná. Ez tényleg, ez nekünk a miénken is rajta volt. Azért megvan, mert azt mondom, most figyelj, hogy benne hagyom, és úgy csak rövid idő van, összehajtod a gyerek, közben berakod az izet. Két óra múlva úgyis megint berakjuk, minek vegyük ki. Simán megtörtént szerintem. Figyelj, gyerekkel nagyon nagy, imádom, nagy kedvenc, gyermek Superman jelmez dobozán. Az ember alapvetően nem tud repülni, ezt a tényt a jelmez viseletesen befolyásolja. Ez jó. Jaj, nagyon nagy. Svéd láncfűrészem van rajta, és ez is állítok tök frankó, ne próbálja kézzel vagy külső nemi szerveivel megállítani a fűrészt. Te ezt nem lehet, hogy ezeket ilyen googly fordítóval fordítják magyarra? Hogy a külső nemi szervek benne vannak? Nem, hát hogy ne próbáld meg azzal, tehát hogy azzal akarod megszívesíteni. Én értem, azt értem, csak hogy olyan hülyén hangzik, hogy külső nemi szerveid, de mi a belsővel akarod, vagy mivel? Jó, és akkor itt jön egy nagyon-nagyon kellemes, még viccet visszatérhetünk arra, hogy mi mennyire foglalkozunk ezzel. Méhűtött áron rajta van javaslatként, hogy kiolvasztani.
hogyha véletlenül eddig nem állt volna össze. De ti foglalkoztok egyébként ezekkel? Tehát valamennyire nyomod? Te valahogy soha az életben még nem olvastál le használati utasítást. Fogadjunk. Én utálom lepecsételtetni, tehát amikor megveszek ritkán valamit, nem vagyok a nagy technikai eszközök vásárlója egyébként, amikor elküldenek, hogy még pecsételjem, meg vegyék meg a garancialevél, meg ott nyitja nekem egy ollóval a dobozt, az egésztől rosszul vagyok. Kimegyek úgy, hogy lecsepecsételem, mert nem bírom azt a procedúrát, ami ott van. Ezzel bebukva azt, hogy egyébként a dolog nem működik, de használati utasítást nem tudom, mikor olvasni. Hát utólag szoktad, ha jól emlékszem. Tehát miután tönkre ment, akkor megnézed, hogy miért ment tönkre. De ezzel mit kellett volna valójában csinálni? Így van. Igen. Igen. Feszültség mentesítse először is a rendszer. Ja, ez kellett volna. Arról tényleg, nem, mire megtalálod a magyar nyelvet, előtte elolvashatod horvát nyelven, szlovák nyelven, a kapcsolási rajz, az összerakásában majd lesz valami. Nem szeretem, gyűlölöm egyébként, tényleg. Ez a megszólalás volt azoknak jó volt, akik velem egyetemben, a büdös életben nem olvastak még el használati utasítást. Tényleg soha nem. Legalább tudod, hogyha más értelme nincs, hogy tudsz egy jót röhögni rajta, mert tele van baromsággal. Tehát erre legalább jó a használati utasítás. Meg arra egyébként, Balázs, hogy egy csomó olyan dolog van, amit hogyha elolvasod, akkor tudod, hogy kell használni, mert egy csomó garancia csak akkor érvényes, hogyha úgy használod, ahogy a használati utasítást meg van jelölve. Igen, vagy lepecsételed ugye a garancia egyet. De majd odaadom ezeket Jánosnak, mert Jánosnak ez egy jó szombat délutáni program, hogy elmegy a nagy áruházba és beáll a sorba lepecsételtetni. Bár most már a családi programot szerveztek, tehát ez tök menő. Persze. Nem? Mindenhárban beállunk egy-egy sorba, gyorsabban haladjuk. Megyünk a Balinak pecsételni, és elmegy a család pecsételni. De most már nagyon sok helyen, hál' Istennek, maga a számla az, ami a garanciája egynek számít, úgyhogy ezek az idők már elmúltak. Na, de búcsúzzunk akkor egy ilyen narancslé dobozzon található felirattal. 100% tiszta, természetes narancsból nyomott lé koncentrátumból. Igen, ezt nagyon szeretjük, igen. Sűrítményből. Igen, nagyon finom. Nagyon-nagyon félve kérdezem, de tényleg, hogy a Brüsszelbe való kirándulásunkért, Zámbó Árpiról megtalált Facebook oldalamért, és a nem tudom mik, ezek a használati utasítások figyelmére való fölhívással jogosan kiérdemelte be a tapsot és a sikolyt. De rohadék. De jó volt. Azt hittem tovább válsz csöndben, és akartam néhány másodperc csöndben. Persze, hogy megérdemled, hát készültél, témát hoztál. Itt voltál. Más póló van rajtad, mint múltkor. Tehát, hogy tényleg látszik a felkészülés. Mondj valamit, ami otthon most jó. Egy dolgot, bármi, aminek örülünk. Figyelj, nagyon. A klub koncertjei. Nem. Nem, mert hogy egyre jobb a honvágyunk van, és eljutottunk oda, hogy minden információnak örülünk, ami Pestről jön, vagy Magyarországról. Figyelj, nagyon őszintén tudom mondani, és nézek Ferire is, aki szerintem ebben abszolút tud engem támogatni, hogy itthon nagyon jó. Minden kerek, jó, most már kisütött a nap, és elment a kör. Minden jó. Jó, hát van mennénk. Ragoznám, de egyszerűen csak tudod, itt milyen jó, nem tudod. Tudod, megvan a saját házadban, hogy belépsz, átölöd a szerelmedet. Az illat, az otthoni illat, az otthoni illat. A srácok oda jönnek, átölelik a lábad, és hú. A lábad? Hát mert hogy odáigérnek. Tudod, nekem még pici gyerekeim vannak. Mert én is hazaérek a páromhoz, átöleli a lábamat. Azt szeretem. Na jól van. Drágák vagytok. 3-4-10 lesz pontosan 1 perc, hogy jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3-4-10 múlt pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánok minden drága Morning Show hallgatónak. Hello fiúk, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Hello fiúk, szia lányok. Hello mindenkinek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Felhívtuk a mi biztonságpolitikai szakértőnket, drága Nógrádi bácsit. Reméljük, hogy... Nógrádi bát felhívtuk, nagyon kedveljük, mert ugye érdekes híreket kaptunk, az isztambuli magyar főkonzulátus közlése szerint 6 munkatársukat szállíthatják kórházba, ugye utólag kiderült, hogy már kórházban is vannak, mert hogy a külképviselet épületébe borítékban érkezett gyanús por. És kapott az Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Belgium, tehát igencsak illusztris társaságba kerültünk, mi is kaptunk az isztambuli konzulátus, és felhívtuk Nógrádi Györgyöt, mondja el egyáltalán, hogy kinyitja ki a borítékot, mi történik ilyenkor, hogy lehet ezt az üzenetet értelmezni, és vajon ki küldhették, hát vele mindig nagy élmény beszélni, nagyon jó dolgokat mondott. Így van, és hát jól kaptunk egy hármast. Egy hármasra, hármas. Annál az nem olyan rossz az szerintem. Jó, de azt az abszolút elején kaptuk, utána rontottunk, csak szólok. Igen, utána kettesre lerontottuk. És beszéltünk arról, hogy mostanában hogy vernek át elsősorban gyanútlan nőket. Ugye két útja van, az egyik, ha az ember kiutazik Egyiptomba vagy Tunéziába, ott megismerkedik Kamállal, hazajön, házasság van, és utána nehezen tudnak elválni.
a másik pedig a romantikus átverés, ami ugye tulajdonképpen egy internetes család, aminek a lényege egy olyan virtuális kapcsolat kialakítása, amelyben a célszemély valójában elhiszi, hogy a csaló szerelmet táplál iránta, és fél év múlva, egy év múlva súlyos pénzeket kell átutalni a bajba jutott félnek, aki ugye hát, mint kiderül, vagy nem létezik, vagy egy csaló. Ezekről beszélgettünk, és nagyon sok SMS-t is kaptunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 4 perc múlva pontosan 10 óra, már de nagyon sok érdekes dolgot mondott, amellett, hogy ő már 8 éve ugye együtt él. És milyen precízen pontosan definiálta a különböző nőtípusokat. Igen. És itt kérünk elnézést a Yusufoktól, az Abdullahoktól, és nem tudom, ki volt még a név? Kamaloktól, így van. Igen. Na jó, hívjuk a naphallgatóját gyorsan, ha mondja, hogy morning show, akkor övé az ajándékcsomag. Anna, tárcsáz? Látom? Nem látom? Ott van már? Ja, bentről. Jó. Nem bentről. Gyere, Szívi. Ez érdekes egyébként, hogy 6 éve hívunk nagy naphallgatóját. És nem is tudom, hogy mit csinál ilyenkor, de tényleg, a best of már készen van. Azt mondja, elfelejtette. Trécse. Mert biztos, Nógrádi volt Trécse. Nem, eszébe jutottak azok a felejtetetlen arab éjszakák. Tunéziáról álmodozol, mi? Kamáról. Móni. Az! Így még ha csak egy Móni is volt. Igen. Kamál? Kamállal beszélünk? Igen. Hello, Kamál. Azt írta nekem, most ismertem meg Anna hangját, de nem tudom elérni a telefonon. Kamál vagyok Tunisból, segítsetek. Itt vagyok, Kamál. Már itt is van ne. Hello. Új számot elkérhetem. Deség? Új számot onnan elkérhetem. Megadott, az nem volt, azon nem elérhető. De azon nem elérhető. De ott van egyébként. Honnan hívtál minket? Ki vagy, nem írtad alá, illetve Kamált írtál, hogy hívnak? Gábor innen Pestről. Gábor, te vagy a naphallgatója az SMS-ed miatt, jó? Van egy nagyon szép kis ajándékcsomagod, és a reklámblogban meghallgathatod, hogy mennyi minden nyertél még az ajándékcsomagon kívül, mert hogy van egy-két szép nyereményed. Jó? Köszönöm. Örülsz egy picit? Nagyon. Csak még púcsál egy kicsit nekem. Az arabok, tudod, az araboknál nem illik kimutatni az ilyen jellegű örömöt, ezért nem. Ja, igen. Mivel foglalkozol, Kamá? Pillanatnyag munkanélkül vagyok. Na. Hát akkor megértem, hogy Annára vadászol. Persze, Don Juan. Pozományvadász vagy. Igen. Oké. Okay. Küldjük neked az ajándékcsomagot akkor, hogy jobb kedved legyen egy kicsit. Jó, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Sziasztok. Hello, hello. Megilletődött egy picit. Meg. Nem számított rá, de nincs is ezzel baj. Jó, van, mit csináltok ma? Mondjatok valamit, piacoztok, gyerekeztek, minden információ. Ja, eltaláltad, igen, ebben a sorrendben. Én megyek Mautner Zsófi kolléganőhöz, nagyon kedvelem őt, meg ti is ismeritek, ugye a kis RTL-es főzőtündért. Hogy ne ismernénk. Hát persze, megyek be hozzá, mondta, hogy karácsonyra főzünk valamit, mondta, mi van Zsófi, megszorultána megyek. Nyilvánvaló. Elfogytak az ötletek? Elfogytak, már elfogytak, úgyhogy oda megyek be, aztán meg a srácok, én megyek az Oviba, és a valamit ma estére is szórakoztató üzemág. Kell váljak, hogy valami programot kitaláljunk, de majd megoldjuk. Estig még gondolkodom. Ennyi van. Annánál őszi szünet van. Őszi szünet, igen, 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 én is robogok haza, gyönyörű idő van, süt a nap, ezer ágra, megyünk szabadba, valamerre kirándulunk, mászkálunk Karinával. Illetve most megpróbálom nem összerókázni az asztalt, mert képzétek el, az van, hogy fönt van a számítógép az asztalotokon, ami a Skype-ot hozza be nekem, és valaki mozgatja az asztalt, én olyan rosszul vagyok, mert folyamatosan ezt látom. Nézd most a nagy tévédet. Mint ha hajón lenne. Ezt, de hát, mi nálunk mozog a monitor? Tényleg. Igen, aha. a tiétek mozog. Ja. Tehát valaki, az én csapkodok itt állam. Hávaj Zsülci szórakozik igen. Magával az asztal alatt. Igen. Na jól van. Oké, okay, szép napot nektek. Jó van, legyetek ügyesek. Jó, 10 óra van pontosan. Jönnek a legfrissebb hírek után a kívánságműsor, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello!